Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves fiatal kutatótársak! Amikor a laikusok azt a szót hallják, hogy tudós, valószínűleg még ma is sokan egy a laboratóriumában a kémcsöveivel bíbelődő fehérköpenyes alakot képzelnek el. Egy Newtonhoz vagy mondjuk Fleminghez hasonló, kicsit magának való, vagy éppen ezért alapvetően egyedül dolgozó embert. A mai tanácskozáson résztvevők pontosan tudják, hogy a 21. század elején ma már nagyon másként működik a tudomány. Amikor például 2012 nyarán a CERN-ben bejelentették, hogy a Genf melletti nagy hadron ütköztetőben szinte teljes bizonyossággal sikerült igazolni az elemi részecskék tömegéért felelős, megjósolt, de korábban még ki nem mutatott Higgs bozon létezését, szinte minden kommentár fontosnak tartottam megjegyezni, hogy az eredmény 37 ország, több mint 3000 kutatójának, köztük fizikusok, matematikusok, mérnökök és informatikusok éveken át tartó közös munkájának köszönhető. Napjainkban a koronavírussal kapcsolatos kutatások mutatták meg egyértelműen, hogy a kiválóságra épülő szellemi műhelyek sok esetben multidisziplináris kutatócsoportok határokon átívelő együttműködése jelenti a tudomány hatékony művelését. A jelentős tudományos eredmények szinte kizárólag csapatmunka eredményei, és több éven át tartó, sokszor reménytelennek tűnő kitartó kutatáson alapszik. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a Karikó Katalin nevéhez fűződő eredmény, a messenger RNS vakcina megszületése. Csapatmunka eredménye az is, hogy az MTA közgyűléséhez kapcsolódva immár 5. alkalommal rendezik meg a Fiatal Kutatók Fórumát. A korábbi fórumokon megtudhattuk, hogy miként látják a kutatói pálya elején járók a lehetőségeiket, mi jelenti számukra a legnagyobb nehézséget, és hogyan próbálják összeegyeztetni a munkát a családi élettel. Az idei fórum témája az egyén és a közösség kapcsolata. Ma a hálózatkutatás egyik legnagyobb nemzetközi szaktekintélye, Barabási Albert László beszél majd arról, hogyan lehet elismerni és értékelni a tudományos együttműködésben született eredményeket az egyén szintjén, illetve milyen szerepet játszanak ebben a szakmai és az intézményi kapcsolatok. Köszönöm, hogy elfogadta a felkérést és megosztja velünk gondolatait. A Fiatal Kutatók Fóruma résztvevőinek pedig eredményes, tartalmas tanácskozást kívánok. Nagyon szépen köszönöm főtitkár helyettes asszony kedves köszöntő szavait. Néhány technikai részletet mondanék el, mielőtt elkezdenénk a professzor előadását. Mivel nagy számú résztvevő van, tehát 250 főt valószínűleg meghaladó számú résztvevőre számíthatunk, ezért mindenkit szeretnénk megkérni, hogy a sávszélesség kímélése érdekében a kamerát azt kapcsolja le. Mindenkit le fogunk majd némítani az elkövetkezendőkben. Ez nyilván nem rendszabályozás véget van, hanem hogy ne zavarjuk az előadót, hogyha esetleg valami zaj lenne a háttérben. A kérdésekre, mivel hogy sokan vagyunk és nehezen kezelhető lenne az élő kérdezés, illetve a jelentkezéses megoldás, ezért azt szeretnénk kérni, hogy az előadás közben a chat funkcióba lehet a kérdéseket beírni. Ezeket összegyűjtjük a kollégáimmal együtt az előadás alatt, és igyekszem professzor úrnak feltenni ezeket a kérdéseket a későbbiekben, amire ő aztán válaszol, és abban az esetben a kérdés természetétől függően én kérhetem a kérdezőt még arra, hogyha esetleg van még ezzel kapcsolatos kérdése, akkor azt tegye fel, de 2 percben mindenképpen limitálni szeretnénk ezeket a típusú interakciókat, hiszen feltételezhető, hogy nagy érdeklődés fogja övezni az előadást, és mindenkiben sok kérdés fogalmazódik meg. Nyilván, mivel a chat funkcióban lehetőség van az előadáshoz a kérdések feltételére, így, hogyha közben esetleg azt a kérdést a professzor megválaszolná az előadás hátralévő részében, akkor azt a kérdést értelemszerűen, vagy legalábbis a kérdés teljes egészét nem fogjuk beadni. Kérdések számától függően természetesen elképzelhető, hogy nem minden kérdésre fog sor kerülni, de igyekszünk minden kérdezőnek lehetőséget biztosítani, hogy választ kaphasson az őt érdeklődő dologra vagy problémára. Körülbelül ennyit szerettem volna elmondani, és most fel szeretnénk kérni Barabási Albert László professzor urat, akit úgy gondolom, hogy már Erdély Anna bemutatkozásából is látszik, hogy nem nagyon kell senkinek bemutatni.
meg szeretném kérni professzor urat, hogy tartsa meg előadását. Jó. Köszönöm Péter, és köszönöm Alának asszony, és örvendek, hogy mindjárt itt lehettek. Megosztanám a képernyőmet egy pillanatra, hogy akkor kezdődhessen az előadás, és hát tényleg számomra nagy öröm az, hogy pont a Fiatal Kutatók Fórumán beszélhetek arról, hogy mit jelent az, hogy tudományos karrier, és hogy különösen, hogy hogyan tudjuk ezt kvantitatíve leírni, matematikailag leírni. Ugyanis hát az adatok világában élünk, olyan szempontból, hogy nagyjából mindent, amit teszünk tudományos világon belül, annak valamilyen lenyomata marad a tudományos irodalomban, a kollégák reakcióin keresztül, és így tovább. És igenis nem csak, hogy megszületett annak a lehetősége, hogy ezeket az adatokat használjuk arra, hogy megértsük, hogy hogyan alakul ki egy karrier, egy tudományos karrier, hanem szükségszerűbbé vált az, hogy ezeket az adatokat erre a célra használjuk. Úgyhogy röviden fel szeretnék vázolni néhány eredményt, ami megszületett a laboromban az elmúlt években, és valahol kezdjük úgy tényleg azt, hogy hogy jutottunk ez a problémához elsősorban. És hát, amint a vezetőben is hallottátok, én hálózatkutató vagyok, tehát nagy hálózatok struktúrájával foglalkozom, úgy, mint az internet struktúrája korábbi években, például azzal foglalkoztunk, néha cégek, rendszerek struktúráját is nézzük, és az elmúlt években a laboromban különösen nagyon sokat foglalkoztunk a sejtbelüli hálóval, vagyis a fehérje hálókra és azoknak a tulajdonságaira, meg a betegség megjelenésében ezen a hálón belül. Viszont mondhatni azt, hogy az elmúlt 20 év hálózatelmélete az lényegében a hálóról szólt. Na most ez egy nyilvánvaló járőkkel szóljon a hálózatelmélet, de egy-kettőre rájövünk, hogy mi igazából egy-egy csomópontok vagyunk ebben a hálóban, és hát felmerült annak a kérdése egy olyan 5-7-8 évvel ezelőtt a laborban, hogy hogyan befolyásolja a háló a csomópontnak a lehetőségeit, a viselkedését, a mozgásterét. Mennyiben határozza meg, mennyiben segíti elé, és így tovább. Vagyis, hogy ne csak azzal foglalkozunk, hogy hogy néz ki a nagy struktúrája a hálónak, mint például bízok benne, hogy ma Lovász László például ma fog arról beszélni, hanem azzal is foglalkozunk, hogy mit tesz velem a háló? Ugyanis mindnyájan valamilyen hálóba vagyunk beépítve, és hogyha már kimondtam, erről a témáról van szó, mindnyájan részei vagyunk a tudományos hálónak, és a szakmai kapcsolataink, a társszerzői kapcsolataink, a hivatkozási kapcsolataink, meg sok minden más lényegében sok szempontból meghatározza a karrierünknek a lefolyását. Na most, mi egyből arra gondoltunk, hogy ha ezt a kérdést fel szeretnék tenni, akkor ezt nyilvánvalóan a úgynevezett kutatói hálókon belül kell föltenni, mert ott tudjuk a legjobban érzékelni azt, hogy mennyire fontos a háló számunkra. De ahogy ezt az egész kérdést kezdtük boncolgatni, kiderült számunkra, hogy mielőtt a háló kérdés felmerülne, ahelyett meg kell egy néhány nagyon alapvető kérdést válaszoljunk. Ugyanis ha tényleg arról van szó, hogy a háló hogyan befolyásolja az én tudományos sikeremet, akkor kell definiáljuk azt, hogy mi az, hogy siker. És na most ez a siker szó, ez egy nagyon sikamlós szó, különösen a tudományon belül, és úgy a tudományban, mind a hétköznapi nyelvezetben általában összekeverünk két nagyon különböző fogalmat, amit szét szeretnék most választani, és például a teljesítményt és a sikert. Na most mi a különbség közöttük? A teljesítmény az, amit te teszel le az asztalra. Tehát, hogy milyen cikkeket írsz, hol publikálod, hányat írsz, mennyire nagy a felfedezés, amelyeket közölsz belük, és így tovább. A siker viszont a közösségről szól, és a közösségnek a kapcsolatával hozzád, vagyis hogy mennyit vesz észre mind abból a teljesítményből, ami a részedről van, amit te nyújtasz, mennyire értékeli azt, jutalmaz-e érte, milyen módon jutalmaz, és így tovább. Tehát, hogyha ezt össze szeretném fogalmazni tömören, azt mondhatnám, hogy a te teljesítményed rólad szól, de egy fura módon a te sikered rólunk szól, a közösségről szól. És miért fontos ez a szétváltás? Azért, mert mint ahogy fogjuk látni, a teljesítményt nagyon-nagyon nehéz mérni nagyon sok területen belül, beleértve a tudományt is. És mindaz a mérőszámot, amely az a sok mérőszámot, amit a tudományban is használjunk, hogy tudónak a
állítólag a teljesítményét lemérjük, azok igazából nem annyira a teljesítményről szólnak, hanem a sikerről. Vagyis arról szólnak, hogy a közösség hogyan reagál egy kutatónak a természet a teljesítményére. Na most legyek nagyon sokkal konkrétabb. Beszéljünk egy olyan területről, ahol viszont a teljesítmény és a siker külön mérhető és szétválasztható, mert a segít számunkra ezeket a fogalmakat pontosabban megfogni. És hát az lényegében a sport. A sport az azért egy jó példa erre, mert a sportban a teljesítmény az mindig nagyon fontosan mérhető, akár nyeréssel, vesztéssel, akár egy kronométerrel. És például, ha nézzük a Novák Djokovic karrierjét, azt látjuk benne, hogy rengeteg számmal lehet az ő karrierjét jellemezni. Mit tudom én, hogy 27 millióan kerestek rá a Google-ben egy évben, ezek 2014-es adatok, első vagy második volt a ranglistán, 11 ezer pontot gyűjtött össze, ez a sporton belüli mérőszám, 61-szer győzött és 8-szor vesztett. De több mint 2.800.000-en kerestek rá a Wikipédia oldalát, vagy látogatták meg a Wikipédia oldalát, és lehet akár pénzről is beszélni, ugye, hogy 14 millió dollárt vitt haza győzelmek során, és reklámbevételek során több mint 21 millió dollárt. De most érdekes, ezek mind mérőszámok, amit az emberek dobálnak és használnak arra, hogy leírják Novák Djokovicnak a teljesítményét. Viszont ha figyelmesen megnézzük, akkor régiben itten összekeverjük nagyon simán a teljesítmény és a siker mérőszámokat. Ugyanis az, hogy ő győzötte vagy vesztett, az egy teljesítmény paraméter. A pontok azok kimondottan a győzelekből meg a veszteségből jönnek össze. A helyezés is megint egy teljesítményhez kapcsolható, és az, hogy hány millió dollárt visz haza győzelmek során, az kimondottan attól függ, hogy nyerte vagy vesztett. Viszont az, hogy hányan keresünk rá a Google-ben, illetve a Wikipédián hányan vagyunk kíváncsiak rá, illetve hogy mekkora reklámbevétele van, az már nem a teljesítmény mértéke, hanem az egy sikermérték. És a sportban általában összekapcsolódik, de nem mindig kapcsolódik a kettő össze. Na most, mi ugye mindig azt tanultuk az iskolában, hogy a teljesítmény az meghatározza a sikert, ezért kíváncsik voltunk arra, hogy meg tudnánk egy sportol esetében, ahol a kettő külön mérhető, jósolni azt, hogy egy adott teljesítmény mellett mekkora lesz a sikere. És ehhez lényegében a Wikipédia paramétereket használtuk, vagyis az, hogy hányan keresnek rá hetente a Novák Djokovic a Wikipédián belül, hányan mennek az ő oldalára. És ez pontosan követhető, és látható azt az ő karrierje során, hogy ő 2010-ig nem sokan voltak kíváncsiak, akkor ő még egy ilyen kezdő teniszező volt, de valahol 2011 körül kezdett lényegében belül megjelenni a köztudatban, és akkor óriási ilyen, hogy mondják, ilyen keresési csúcsok vannak az ő életpályában, lényegében azt írja le, amikor nagyon nagy meccseket nyer, vagy elveszít. Na most ez egy sikermérték valahol, mert a közösség adja ezeket a számokat, tehát ez nem arról van szó, hogy Djokovic nézi a saját oldalát, hanem mi nézzük az ő oldalát. Ezért a kérdés az volt nekünk szakmailag, hogy meg tudnánk ezeket a számokat jósolni kimondottan a teljesítmény paraméterekből, amiket tudunk az ő esetében. És ennek érdekében nem más csináltunk, mint hogy építettünk egy képletet, aminek a bal oldalán található a megjósolt Wikipédia látogatottság, tehát ezt kéne megjósolni ezt a görbét, és ami különös az, hogy jobb oldalon csak is olyan paraméterek vannak, amelyek a teljesítményhez köthetők. Vagyis az, hogy nyerte vagy vesztett, hogy hány meccsbe játszott abban az évszakban, mennyi volt a presztízse annak a meccsnek, mi volt a különbség a nyerésben az ellenfelével szembe, és így tovább. Tehát itt, amit jobb oldalt találhatók, ezek mind-mind a teljesítményhez kapcsolhatók, és bal oldalt van lényegében egy siker mérték. És a kérdés az, hogy ahogy jönnek a teljesítmény számok, mennyire tudjuk megjósolni ezt a kék görbét. Na nézzük meg, hogy működik ez a képlet, mennyire jól, és itt van pirosan az, amit a képlet jósol, kéken az a valódi adat, és láthatók az, hogy nagyon-nagyon pontosan lefödi. Talán egy kicsit alulértékeli a lelkesedést, amit van egy-egy ilyen nyerés után kap a Djokovic, vagy az a figyelmet, de lényegében nagyon lefödi ezt a karriert. Miért működik ez a képlet?
Ez a képlet azért működik, mert lényegében a tanárainknak és az edzőnknek mindig igaza volt, a teljesítmény meghatározza a sikert. És abban az esetben, amennyiben ez a kettő nagyon külön nagyon pontosan mérhető, akkor igenis van egy az egy kapcsolat a kettő között. A probléma igazából az, hogy nem mindig mérhető a teljesítmény. Ugyanis nagyon sok esetben, mi például a kutatókról van szó, vagy tanárokról, vagy orvosokról, nagyon-nagyon nehéz ennyire pontos mérőszámot kapni, mint a sportolók esetében, hogy mennyire határozza meg a teljes, hogy mennyire, mi a pontos teljesítmény, legtöbbször csak sikermértéket tudunk mérni. De a kérdés az, hogy általában mi a kapcsolat közöttük, hogyha kilépünk ebből a szűk sportterületről. Amint mondtam, ez az eredmény mutattam arra utal, hogy a teljesítmény meghatározza a sikert, de most lesz két másik állításom, amik viszont nagyon fontosak, és egymással ellentmondásban vannak látszólagosan. Azt fogom állítani, hogy a teljesítmény korlátos, és a siker korlátlan. Na, csomagoljuk ki ezt a két állítást. Mit értek arról, hogy a teljesítmény korlátos? Induljunk megint a sporttal, és ugye itt láthatjuk a világ leggyorsabb emberét, a Usain Boltot. Amint, ha jól emlékszem, a Rióban éppen sprintel. És ami érdekes az Usain Boltban, ugye, hogy mindenki ismeri őt, mint a világ leggyorsabb emberét, de ha megnézzük nagyon konkrétan a teljesítmény számokat, akkor kiderül, hogy bár ő nyer, de nem lóhosszal nyeri meg a versenyeket, hanem általában, ha nézzük az ő teljesítményét, akkor egy ilyen 0,5%-kal, néha 1%-kal fut gyorsabban, mint az, aki elveszti a versenyt, vagy a második, vagy akár a legutolsó befutóként. És sőt, hogyha megnézzük igazából az ő teljesítményét, akkor kiderül, itt látható például, hogy mennyi voltak, mennyi időt futottak be a különböző versenyzők a különböző versenyekben, és látható, hogy a Usain Boltnak vannak a rekordjai, de utána ott vannak közvetlenül, majdnem megkülönbözhetetlenül tőle a más futók, amelyek ilyen kevesebb, mint 1%-ba különböznek a képességükben. És érdekes módon, hogyha általában megnézzük azt, hogy ahol mérhető a teljesítmény, mindenütt azt látjuk, hogy nagyon-nagyon pici különbségek vannak a teljesítményben. Sőt, mehetnék olyan távol, és azt mondom, hogy én nem vagyok egyáltalán jó futó, kimondottan nem szeretek futni, de mind a mellett az Usain Bolt nem fut nálam 10-szer gyorsabban. És ez a régében arra utal, amit korábban értettem, hogy a teljesítmény korlátos. Ennek egy nagyon dramatikus verziója van, ezért mondjuk következménye az, hogy annyira kicsik a különbségek az él sportolók között, és általában nem csak az él sportolók, az élen levő egyének között, hogy majdnem mérhetetlenek. És ez igazából a nagy kihívás számunkra, hogy néha még a sportba se tudjuk megkülönböztetni, hogy ki a legjobb sportoló, mert megmérhetetlen a különbség közöttük. Ennek egy drasztikus példája, egy dramatikus példája az megint a Riói Olimpia, amikor a Cseh László és a Phelps és a Lacrosse együtt kellett megoszták a díjukat, ugyanis az olimpiai bizottság nem tudta eldönteni, hogy ki úszik gyorsabban. És nem az volt a kérdés, hogy ki futott be először, mert azt pontosan látták a videóval, hogy ki érte el először a medencének a szélét, hanem azért nem tudták eldönteni, hogy ki a gyorsabb úszó, mert a medence körülbelül 2,5 centiméteres pontossággal van szavatolva. És az idő különbség a befutásban az kevesebb volt, mint ami szükséges, hogy 2,5 centimétert ezek az úszók leúszanak. Tehát a hiba határa, a mérés határon belül volt lényegében a teljesítményük a három úszónak, ezért meg kellett osszák lényegében mindjárt a bronzdíjat. Na most ez lényegében azért érdekes számunkra, mert a sportban még vannak kronométerek, és látjuk azt, hogy videóval és kronométerrel nem tudják eldönteni, hogy ki a legjobb sportoló. Akkor hogy fogjuk eldönteni, hogy ki a legjobb kutató? Hogy fogjuk eldönteni, ki a legjobb orvos, ki a legjobb tanár, ahol egyáltalán nem állnak rendelkezésünkre ezek a pontos mérőszámok. És ez ezen sokszor el kell gondolkodjunk, hogy a teljesítmény korlátos, ez arra utal, hogy akármilyen jó vagyok én valamiben, tudom azt, hogy van egy néhány ember, aki megkülönböztethetetlenül jó ugyanabban a témában. Tehát semmi se garantálja azt, hogy én egy lóhosszal előbbe vagyok a többieknél. És ez mindig úgy valahogy
át kell érezzük, mikor valahol tényleg a kompetícióra gondolkodunk úgy tudományban, mint más területen belül. Na most ez volt a teljesítmény korlátos állítás, térjünk vissza a sikermértékre. Azt állítottam, hogy a siker korlátlan, mit jelent ez? Nézzünk egy személyes példával szeretném folytatni, ugyanis mikor a Villanások könyve, vagy a Burst könyvem jelent meg most már 2009-ben, jó néhány időt, több mint egy évtizede, akkor New Yorkban voltam, és a szerkesztőmmel néztük azt, hogy ki van éppen a New York Times bestseller listán, ugye. Az ember mindig reménykedik. És hát kiderült, hogy hát két nagyon fontos könyv volt éppen a listán azon a héten. Dan Brownnak jött ki a Last Symbol könyve, és a Nicholas Sparks-nak a The Last Song könyve. Na most, ha megnézzük ezt a listát, magát a bestseller listát, amit általában 25 legjobban eladott könyveket listázzák, akkor úgy látszik, hogy a Nicholas Sparks-nak a csapata egy kicsit keményebben dolgozott volna a reklámból, vagy más szempontból, akár utol is érhette volna a Dan Brownot, mert hát az egyik az első, a másik, második, icipici a különbség, láttuk a teljesítményben. Sőt, sokak szerint a Nicholas Sparks sokkal jobb bíró, mint a Dan Brown, úgyhogy akár lett volna fordítva is. Viszont nagyon érdekes, ha megnézzük nem a teljesítményt, hanem a sikerszámokat. És a könyvekben a sikerszám az nem más, mint egyszerűen az eladási számok. Hányan vették meg a könyvüket? És itt látható a Nicholas Sparks-nak az eladási számai ebben az időszakban, és látható azt, hogy ebben az októberi hétvégén ő körülbelül 100-150 ezer könyvet adott el, ami hihetetlenül nagy szám. Ez csak úgy reflektáljunk ezen a számon, körülbelül 30 ezer példány eladása után garantálva szokott lenni az, hogy valaki a bestseller lista élére kerül, és körülbelül 5 ezer heti eladásra van szükség, hogy felkerüljön valaki a bestseller listára. Tehát ő nem csak, hogy elérte ezt a 30 ezeres, hogy első legyen, hanem többszörösen meghaladta. Miért nem volt első? Hát ott volt a Ted Brown, aki viszont azon a hétvégén több mint 1,2 millió példányt adott el a könyvéből. És amit itt látunk, az pontosan arra utal, hogy bár a teljesítmény korlátos, a siker az korlátlan. Azáltal, hogy a siker az nem az egyénről szól, a saját teljesítményről, hanem rólunk szól. Lényegében korlátlan sikert tudunk nyújtani egy egyénnek azáltal, hogy mindnyájan berohanunk a könyvesboltba, és megvesszük az új könyvét. De hát ez általában a tudományban is igaz, ugye? Az egyik nagyon fontos sikermérőszáll a tudományban az hivatkozás. Azért tisztázzuk azt, hogy a hivatkozásokat nem mi adjuk magunknak, hanem a közösségtől kapjuk. Tehát ez nem egy teljesítménymérték, hanem kimondottan egy sikermértéknek számolt, egy közösség által adományozott számnak. És lényegében arról van szó, hogy nem kell további erőfeszítés a részemről ahhoz, hogy további hivatkozásokat kapjak, mert a közösségnek a mérete az lehet nem korlátlan, de nagyon nagy is. Tehát akkor valahol itt jön össze ez a kép, amit el kell meditáljunk, hogy azt láttuk, hogy a teljesítmény az korlátlan, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon pontosan nehéz meghatározni, ki a legjobb valamilyen témában. Viszont a siker az korlátlan, ami azt jelenti, hogy az élőnevők között óriási, nagyságrendi különbségek lehetnek a mérőszámokban. És erre nagyon jó példa a Usain Bolt is, amint mondtuk, mérhetően kevesebb, mint 1%-kal fut gyorsabban, mint a második legjobb futó a világon, viszont ki tudná közvetek megnevezni a második legjobb futót a világon. Miközben mindenki hallott, ismeri a Usain Boltot. Tehát látható, hogy milyen különbség van az első és a második között, mint itten a Dan Brown és a Nicholas Sparks között, nagyságrendi különbségek. Na most a következőkben arról szeretnék beszélni, hogy hogyan alakul ki ez a siker egy karrier során. Az eladás megkérdett címében is erről lett volna szó, és hát akkor kimondottan most áttérünk a tudományos karrierek tanulmányozására, most, hogy megvan a kontextusunk, hogyan gondolkozunk volna, és hát kezdem egy olyan karrierrel, amit elég pontosan ismerek, és pedig az a sajátom. Tehát így néz ki az én tudományos karrierem. Ez most már ugye egy kicsit elavult slide, meg kellett volna kicsit frissítsük, de mindegy, a lényeg az látszik. Amit látok itten, az nem más, mint az évek, amikor én kezdtem publikálni. 1989-ben publikáltam az első cikkemet, még Erdélyben voltam, pontosabban Bukarestben. És
A függőleges skálán pedig azt látható, hogy 10 év után az a cikk hány hivatkozást kapott. És ez fontos, hogy 10 év után, mert nem szeretnünk a teljes számot adni, hány van most, mert akkor az mindig a régebbi cikkeket valamilyen módon preferálja, több ideig ott összeíteni hivatkozásokat. És ha megnéztek az én karrieremet, akkor 2-3 nagyon különböző részre osztható. Csak annyit mondok, hogy ezek azért szürkék, mert amikor ezt a sztár készült, akkor még nem telt el a 10 év, de már meg tudtuk jósolni, hogy mennyi lesz, és itten meg tényleg nem tudtuk, hogy mi lesz akkor. Ezt most már lehetett volna frissíteni, és akkor néhány pont azért felment volna itt is. De tekintsük ettől az adathiányosságtól el, és azt látható, hogy az én karrierem 3 nagyon különböző részre osztható. Vannak körülbelül az első 10 éve a karrieremnek, amikor rengeteget publikáltam, de nagyjából senki sem vette észre. Nem az, hogy nem vették észre, de nagyon kevés hivatkozást kapottak a munkám, nagyon kis volt az impaktja. Akkor még statisztikus fizikával, anyagtudománnyal foglalkoztam. 99-ben kezdtem publikálni a hálózat elméletről, és látható az, hogy annak nagyságrenden nagyobb volt az impaktja, és akkor jött ez a néhány év, mondhatod, egy ilyen 10 éves, hát 5-10 éves időszak, próbálom 5 év, amikor egyik nagy impaktú cikk követte a másik nagy impaktú cikket. És hát ez egy nagyon jó érzés volt, most is visszanézve, és valahol ez a része a karrieremnek. Most a kérdés az igazából, hogy mi történik most. Most, hogy mi történik, azt nem látjuk, mert nem történt elég, nincsen elég adat ottan, tehát hogy kell várni, amíg az adatok összegyűlnek, hogy az impaktok kialakuljanak, de ha csak a nyers adatot nézzük, akkor elég nyilvánvaló, mi történik. Egy újabb fázisába értem a karrieremnek, valami, ami körülbelül így jellemezhető. Na most, ez önmagában nem meglepő, ugye, tehát, hogy elképzelhető egy lelassulás, de hogy tényleg ez történik-e, ezt szeretném boncolgatni. Hogy mi várható számomra, illetve mi várható minden kutató számára a karrierja különböző fázisaiban. És ennek egy nagy irodalma egyébként a pszichológiában, amikor, ahol meg különböző módon mérik például a teljesítményt az egyéneknek, és azt látják, hogy a teljesítmény általában egy ilyen típusú görbét követ. Tegyük fel, hogy azt nézzük, hogy mennyire valaki mennyire tud jó hegedülni, vagy mennyire tud zongorálni, vagy bármilyen, hogy mondjam, ilyen, bármilyen megtanulható foglalkozásról van szó, akkor azt látjuk, hogy persze, ahogy kezdünk tanulni, van egy drasztikus növekedés, majd elérünk egy bizonyos csúcsot, ami fönnmarad az élet többi részében, de van a korral egy ilyen kismértékű csökkenés. Tehát, hogyha valaki egyszerűen jó zongoristává válik, akkor van ez a növekedési időpont, akkor egyre jobbá válik, és akkor utána az élete során lehet, hogy elveszít egy-egy képességet, lehet, hogy már az ujjai nem mozognak éppen jól, lehet, hogy nem hal annyira jól, de azért továbbra is az élete többi részében jó zongorista marad. Ez önmagában nagyon biztató, ugye? A kérdés az igazából, hogy tényleg én ebben a fázisban vagyok-e, vagy hogy általában a kutatásban itt várhatjuk-e az egyényeket, hogy ez elkerülhető-e ez a fázis a tudományon belül. És ezt konkrétan meg szerettük volna mérni, ezért mi azt a kérdést tettük fel, hogy egy kutató esetében mikor születik meg a karrier során a legnagyobb. Például az adatok szerint számomra a 13 évvel az akadémiai életemen belül jelent meg ez, vagyis a 63. cikke volt az, amelyiknek az adatok szerint a legnagyobb impaktja volt. És itt akadémiai éveket fogunk mérni a következőben, mert nem tudjuk a valódi korát a kutatóknak, hanem csak azt tudjuk, akkor kezdődik lényegében az akadémiai kor, amikor az első cikkünket publikáljuk. Na most az én esetemben ez 13 év volt, és a kérdés az igazából, hogy ahogy közeledünk ehhez a pillanathoz, ahogy egy kutató közel, ahogy ezt a nagy felfedezését megtenné, független attól, hogy ez egy Nobel-díjas felfedezés, vagy ez egy középszerű felfedezés, de a lényeg az, hogy annak a kutatónak a karrierje során az a legnagyobb felfedezése. És a kérdés az, hogy látható-e az, hogy itt most valami fog történni? Tehát jósolható-e az, hogy most fog születni egy nagy felfedezés. Úgyhogy ezért próbáltuk megnézni azt, hogy hogyha ez az nulladik időpont, akkor hogyan változnak a kutatónak a tulajdonságai, ahogy közelítünk ehhez a pillanathoz. Ehhez azt tettük, ugye, hogy akkor ide minden kutatónak
ebben a T csillagpontban tettük a legfontosabb cikkét, és azt kérdeztük, hogy hogyan változik a teljesítmény, illetve a siker, amint az illető közeledik ehhez a mágikus ponthoz, amikor a karrierje során a legnagyobb felfedezését teszi. És persze itt lezárt karrierekről van szó, nekünk van adatunk most már 1900-tól a mai napig a teljes karrierekre, és hát csak is olyan karriereket használtunk ehhez a méréshez, amelyek már lezártak olyan szempontból, az illetők megszűntek publikálni, nyugdíjba mentek legnagyobb valószínűséggel. Na most... azt látjuk, hogy ha a teljesítményt nézzük, hogy hány cikket publikál az illető, akkor van egy érdekes növekedés, majd eljön ez a pillanat, amikor a legnagyobb impactú cikk megszületik, és akkor lényegében egy stagnálás, egy pici csökkenés. Tehát majdnem úgy néz ki, mert megkülönböztetlen ez az ábra attól, mint amit a pszichológusok szisztematikusan rajzolnak arról, hogy hogy néz ki lényegében a teljesítmény, vagy a maga a hozzáértés egy bizonyos területen belül. Na most kérdés az, hogy látható ez mindez a sikerben? Hát, ahogy közeledünk ehhez a ponthoz, akkor igaz-e az, hogy egyre nagyobb és nagyobb impactú cikkeket publikálunk? A jobb oldalt azt nézzük, hogy mi az impactja, vagyis hány hivatkozást kap a cikk, pont a legnagyobb cikk felfedezést megelőzően. Vagyis, javulunk-e, hogy közeledünk ahhoz a ponthoz, illetve esetleg fönntartjuk ezt a szintet, vagy esetleg építhetünk arra a nagy felfedezésre, és még jobbak tudunk lenni utána. És hát mikor ezt az adatokat megnézzük, akkor nagyon megdöbbentett bennünket, ugyanis láttuk azt, hogy a produktivitás növekszik a csúcs felé, de a sikerben nem volt semmi tendencia, hanem azt látjuk, hogy lapos a görbe, ez persze sok kutatónak a karrierje átlagolva van, majd van a nagy felfedezés utána lapos az egész. Na most ilyen görbét már láttunk az irodalomban, ennek van is egy szakszava, ezt úgy hívjuk, hogy az új görbe. Ugyanis arra utal, hogy nem lehet a siker pillanatát megjósolni, és hogy az impact ugyanaz, tehát a sikert nem látjuk előre, és igazából nem is tanulunk belőle. Na most, tehát ami lényegében itt arra utal, hogy az időpont, az időzítése a nagy felfedezésnek az tehát tehát nincsenek jelei annak, hogy ez a nagy felfedezés meg fog történni, különösen a sikeren belül, a teljesítményben látunk valamit. Most a kérdés az, hogy mikor fog ez megszületni, vagyis hogy milyen karriernek melyik részén várható ez a nagy felfedezés. És hát erre nagyon sok sejtés van, és nagyon sok, nagyon fontos ember komoly állításokat tett róla. Például Einsteinnak van egy ilyen állítása, hogy azt mondja, hogy aki 30 éves koráig nem alkotott maradandót a tudományban, az már nem is fog. Na most miért tett egy ilyen állítást az Einstein? Hát nem másért, mert körülnézett, és azt látta, hogy mindazokat az kutatókat, akiket ő ismert személyesen, akiknek a munkájára épített, vagy együtt dolgozott velük egy közösségen belül, nem feltétlenül kollaborátorként, ő nem sokat kollaborált, de valamilyen módon felnézett rájuk, kiderült, hogy ezek a kutatók, ezek mind a 20-as és a 30-as éveikben tették meg a legfontosabb felfedezéseiket. És itt mutatom ezeket az éveket, ugye, hogy Heisenberg 24 éves volt, Dirac 24, Pauli 25, Fermi 25 és Wigner 25, amikor a legfontosabb felfedezéseket tették az életükben, vagyis ami alapján most elismerjük őket, tegyük fel, amilyen Nobel-díjat kaptak, és így tovább. Einstein önmaga is 26 éves volt, és bár volt egy nagy öreg közöttük, akit mindenkit ismert, és megint a Planck, aki 42 éves volt, a többnyire az a 20-as és a 30-as éveikben voltak. Na most igaz ez a nem Nobel-díjasokra, hanem a halandó kutatókra. Tehát, hogy ez, és hogy egyáltalán ez jellemzője ez, vagy csak éppen egy nagyon különös generációról van szó, aki különböző okokból mégis valamiért nagyon fiatalon tette ezeket a felfedezéseket. Hogy ezt lemérjük, megint megnéztük azt, hogy hány év tel el, hány akadémiai év tel el az a legnagyobb felfedezés megszületésein, minden tudományos karrierben. Kimondtam, fizikusokat használtunk erre a célra az első körben, az adatokat fognak a fizikusokra unatkoznak, de ugyanilyen adatokat látunk egyébként a több más területén, aztán később megnéztük biológiában és más területeken is.
Hogy ezt lássuk, hogy hogy néz ki, ez egy olyan vizualizáció, amelyik megpróbálja mutatni egy ábrán belül nagyon sok fizikusnak a karrierjét, és pedig minden karrier az első cikktől az utolsó cikkig, tehát össze van mindenki hozva egy bizonyos időskálára, elsőtől utolsó cikkig, és a görbének a magassága arra utal, hogy mekkora volt az impaktja az abban az évben publikált cikknek, és ha egy piros pötty van a görbének a tetején, az arra utal, hogy az volt az a cikk, amely az illető karrierén belül a legnagyobb impaktú cikké vált. Vagyis minden karrierén belül csak egyetlen egy piros pötty van, és pedig a legnagyobb impaktú cikk. És hogyha megnézzük ezt az ábrát, így, hogy a cikkeket nem korba tesszük, hanem egytől ennig, akkor látjuk azt, hogy ezek a piros pöttyök, ezek elég véletlenszerűen vannak, néha az elején, néha a hátán, a vége fele, de ezt valamilyen módon kell kvantifikáljuk. Úgyhogy lényegében megmértük annak az elosztását, hogy mi a valószínűsége, hogy valaki a legfontosabb cikkét tegyük fel 10, 20, 30 vagy 40 évvel, a tudományos karrierje kezdete után publikálta. És ezt a görbét kaptuk, ami nagyon érdekes következmény van, hogy azt látjuk, hogy lényegében az első 20 évben közel egyforma valószínűséggel publikálhatjuk a legfontosabb cikkünket, és aztán 20 év után ez elkezd drasztikusan ez a görbe esni, ami azt jelenti, hogy annak a valószínűsége, hogy valaki 30 évvel a karrier kezdete után publikálja a legfontosabb cikkét a karrierje során, az lényegében egy több mint 10-es faktorral lecsökken, kevesebb, mint 1% vagy 0,1%-kal válik. Vagyis ha ezt a görbét komolyan veszem, akkor az én esetemben, aki már 30 éve vagyok a karrierem kezdete után, akkor lényegében ebben a fázisában vagyok a karrieremnek, mert annak a valószínűsége, hogy én egy a korábbi legismertebb cikkemnél nagyobb impactú cikket írjak, az lényegében elenyésző. Na de viszont ez a következtetés, hogyha jobban megnézzük, kiderül, hogy hamis. És miért hamis ez? Ugyanis mi egyszerűen megnéztük, hogy mikor jelennek meg a karrierek, de nem használtunk hozzá, mikor jelennek a legfontosabb cég karrierek során, de nem használtunk egy random referenciát hozzá. Vagyis a kérdés az, hogy fel kell tegyük, hogy mi lenne az, hogyha hogyan néznek ki ez a görbe akkor, hogyha teljesen véletlenszerű volna az, hogy melyik cikk egy egyén karrierje során lesz a legnagyobb impactú cikk. Tehát mi lenne, ha tényleg a kockadobást döntélne el, ha valaki tegyük fel 50 vagy 100 vagy 200 cikket publikált a karrierje során, hogy melyik az a 200-ból lesz, amelyik a legnagyobb impactú lesz. És ezt nagyon könnyen meg lehet nézni az adatokban, és egyszerűen arról van szó, hogy minden karriert meg kell fogni, meg kell tartani a cikkeket és az időpontját a publikálásoknak, de össze kell cserélni az impactokat. És akkor megnézzük azt, hogy ebben az esetben hogy néz ki ez a görbe. És ha azt látjuk, hogy ez egy lapos görbe lesz, mert hogyha véletlenszerű az, hogy mikor írjuk meg a legfontosabb cikkünket, akkor az bármikor lehet. A megdöbbentő számunkra az volt, hogy a görbe, a véletlen görbe megkülönböztethetetlen volt a valódi görbétől. Na most mit jelent ez? Hát először sokat vakartuk a fejünket ezzel emiatt, de kiderült, hogy ez a véletlen görbe az nem más, mint a termelékenység mérése. Ugyanis, ha összekeverjük az impaktokat, akkor lényegében azt mérjük, hogy mi a valószínűsége, hogy valaki egy cikket írjon a karrierje korai vagy későbbi korszakában. Ami azt jelenti, hogy a szürke ábra arra utal, hogy lényegében az karrierünk első 20 évben nagyon sok cikket írunk, és 20 év után pedig legcsökken a cikkíró kedvünk, egyre kevesebbet publikálunk. Ennek sok oka lehet, van, aki elmegy adminisztrációban, és nincs ideje cikkekkel foglalkozni, van, aki tanításra kell jobban koncentrálni, van, aki nyugdíjban megy, van, aki más okok miatt szűni meg a rendszeres publikálást, de lényegében azt látjuk, hogy a termelékenység kezd csökkenni 20 év után, és az a tény, hogy a véletlen és a valódi adatok megkülönböztethetők az arra utalnak, hogy nem igaz az, hogy később kisebb a valószínűsége az, hogy nagy impaktú cikket publikálunk, hanem egyszerűen arról van szó, hogy később kisebb valószínűséggel publikálunk, sőt többet mond ez arra utal, hogy teljesen véletlenszerű egy karrier során, hogy melyik cikknek lesz a legnagyobb impaktja. Vagyis összefoglaljuk,
Sose tudhatjuk azt, hogy melyik lesz a legnagyobb dobásunk. Az áttörést épp úgy olyan valószínűséggel hozhatja meg az első, vagy akár az utolsó publikáció is a karrierünk során. Na most lényegében erre, ezt most azt átugrom, és mondok erre egy konkrét példát is, ami hogy segítsen ezt valahogy megérteni. Például nézzük a Frank Wilczeket, ugye, aki a fizikai Nobel-díjat kapta 2004-ben, és egy olyan cikkért kapta, amely az első cikke volt a karrierjében. A témavezetőivel együtt írták, és hát lényegében azért a legeslegelső cikkért kapták végül 40 évvel később a Nobel-díjat mindketten. Na most ugyanakkor Wilczek megosztja a Nobel-díjat valahol a John Flannel, aki kémiai Nobel-díjat kapott, nem konkrétan osztották meg, hanem elvileg, 2002-ben. És az ő sztória nagyon érdekes, ugyanis ő azt a felfedezést, amely aztán a vegyészeti Nobel-díjat kaptott, az úgynevezett elektrospray ionizációs Nobel-díjat, azt azután tette, hogy őt a Yale Egyetem erőszakkal nyugdíjba küldte. Ugyanis 65 éves korában a Yale Egyetem úgy döntött, hogy elérte azt a kort, hogy most már ideje neki nyugdíjba menni, akkor még lehetett nyugdíjba küldeni valakit Amerikában, manapság már nem lehet, de és amit csináltak az, hogy megmaradott egyetemi tanárnak, emeritus tanárnak, de a laborját bezárták. De viszont John Flynn teli volt még ötletekkel, úgyhogy erre nem úgy reagált, hogy lényegében nyugdíjba vonult, hanem átment egy sokkal kevésbé rangos egyetemre, a Virginia Commonwealth University-re, és ott írta meg azokat a cikkeket, amelyel 15-20 évvel később, 85 éves korában Nobel-díjat kapott. Tehát lényegében ő egy nagyon-nagyon jó példája annak, hogy a siker az bármikor beüthet. Vagyis nagyon-nagyon nehéz megjósolni azt, hogy mi az, melyik lesz az a cikkünk a karrierünk során, amelyik tényleg azt az elismertséget fogja hozni nekünk, és amennyiben egy kutató hajlandó tovább dolgozni kortól függetlenül és tovább publikálni, akkor nincsen lényegében korhatára annak, hogy mikor teszik meg a legnagyobb felfedezéseket. De most a Flynn sztoriának az iróniája az, hogy miután nem csak hogy megtette ezt a nagy felfedezést, hanem ezért kapott szabadalmakot és létrehozott egy nagyon sikeres céget is, akkor a Yale Egyetem beperelte őt, és a per során megmutatták, hogy az Yale Egyetemi jegyzetfüzetében benne voltak már azok az ötletek, amit ott az egyetemen nem tudott megvalósítani, mert bezárták a laborját, de hogy lényegében az intellektuális felfedezés ott született, és elvették tőle az összes szabadalmát. De most ez inkább a Yale Egyetemről szól, mint magáról a Flannről. A Flynn egy nagyon 90 néhány éves sor korában halt meg néhány évvel ezelőtt, és az utolsó héten is a halála előtt még a laborban volt, és még teli volt lelkesedéssel a tudomány iránt. Tehát ő egy nagyon-nagyon jó példája annak, hogy nem szabad, nem kell feladni, mert bármikor történhet az a nagy felfedezés. Na most mindezt egy nagyon kvantitatív rendszerben is lehet megfogalmazni, hogy kimondottan erre képítettünk egy modellt is, amely meg tudja magyarázni azt, hogy hogyan lehet a karriereket modellezni ezzel a két felfedezéssel, és pedig len a magával a véletlenszerűségének a sikerrel, illetve mik a különbségek a kutatók között. Úgyhogy én most azt fogom csinálni, hogy bejátszok egy nagyon rövid videóklipet, amely elmondja a sztorit sokkal tisztában és frappásabban, mint ahogy én ezt el tudnám mondani. But scientific careers are not entirely random. A scientist's ability matters too. So the team developed a model to untangle the effects of luck, productivity and ability. They came up with this equation. C is the impact of an individual publication. P is luck. While Q captures the scientist's ability to take an idea and convert it into a high-impact discovery. Each scientist has a unique Q value, which can be high, like the scientist on the left, or low, like the one on the right. Luck, or P, fluctuates throughout a scientist's career.
Unsurprisingly, great discoveries seem to be the result of both luck and ability, or Q. As Pasteur said, fortune favours the prepared mind. We might expect Q to increase over the course of a career as a scientist becomes more experienced. But it doesn't. An individual's Q value seems to stay constant. This could make Q a more meaningful measure than currently used metrics such as total number of citations or the H index, which do increase over time. Nevertheless, there are lots of questions. What exactly is Q? Could we train scientists to have high Q? And should we use it to make decisions about funding or an individual scientist's career? There's plenty to discuss. But take heart, with a bit of luck, your next project could be your most successful one. Na, akkor visszatérve magára, tehát ez matematikailag lényegében úgy néz ki, ahogy ezt a képet is mutatta, itt van a formálisabb verziója, hogy tényleg két paraméter határozza meg azt, hogy mekkora lesz az impaktja a következő cikketeknek, a Q-faktor, amely minden egyénhez hozzárándulhat, rendelhető egyénileg, és egy random szám, ami lényegében azt jelenti, hogy mennyire sikeresen, mennyire szerencsésen választottuk meg a következő cikkünknek a témáját. És amit ez a matrix próbál nekünk mutatni, az, hogy azáltal, hogy ezek a PQ és a PN korrelációsatok nullák, erre arra utalnak, hogy lényegében a Q-faktor és az, hogy hány cikket publikálunk, illetve a maga a véletlen az egymástól független. Tehát a Q-faktor független a véletlen folyamattól, tehát hogy milyen jól tudunk választani témákat, és független attól is, hogy hány cikket publikálunk, ami arra utal, hogy ez nem növekedik az idővel. És hát ezért lehet lényegében ezt a modellt így felírni, és ez eléggé, sőt megdöbbentően pontosan le tudja írni a tudományos karriereket. Ugye azt is állítottuk, hogy a Q-faktor ez adat szerint független attól, hogy hány cikket publikálunk, de volt egy további állítás, hogy nem igazán változik a karrier során, és hát itt mutatok konkrét adatokat. Ezek mind a három sor egy-egy kutató, különböző itten két kutató, itten vagy 5-6, itt is 5-6, amelyek a karrierük során mutatjuk a mért Q-faktorokat, és látható, hogy persze vannak fluktuációk, de hogy lényegében egy elég szűk zónában maradnak a Q-faktorok. Tehát, hogy nem igazán változik a karrier során. Egy ilyen 5 évre van szükség által, hogy megmérjük a Q-faktorot, és utána már elég jól meg lehet jósolni azt, hogy mi lesz az impact eloszlása az illető által tett felfedezéseknek. Na most, végül pedig el szeretnék tenni, egy olyan kérdésre, amit a bevezetőben is felmerült, ugye az, hogy ne, a tudomány nem csak az egyénről szól, hanem sok szempontból a közösségről. És ennek nagyon sok megnyilvánulása van. Ugye, ha megnézzük az Einstein híres relativitás cikkét, akkor nagyon nyilvánvaló, hogy kik fogja megkapni a kreditet ezért a felfedezésért. Egyetlen szerzője volt a cikknek, ergo csak is neki mehet a kredit, tehát ő fogja az elismerést kapni érte. De ugyanez a helyzet a Darwin esetében. Viszont ők 19. századi kutatók sok szempontból, de Einstein sok szempontból 20. századi, de hát egy más kutatási stílusnak a megtestesítői. A mai Nobel-díjakat manapság nem egyszerző cikkekért adják, mondhatni, hogy már jóformán egy sincs az exakt tudományokon belül, hanem több szerző cikkekért. És itt van például 3 cikk. Mind a három fizikában ugyanabban a szaklapban jelent meg, és a kérdés az, és amit tudok mind a háromról, az, hogy mind a három cikk miatt valaki Nobel-díjat kapott. A kérdés az, hogy mikor már nem egyedül dolgozunk, hanem csoportmunkában veszünk részt, akkor ki fogja az elismerést kapni ezért a felfedezésért? Vagyis ki fogja a Nobel-díjat kapni ezen sok szerzők közül? Hát az első esetben az utolsó szerző kapta a cikket, van egy bizonyos konvenciók, amelyben a laborvezető az utolsó. Érdekes módon a második cikkben az első szerző kapta, ezért a cikkért a Nobel-díjat, a harmadikban pedig a középső szerzők. Na most a kérdés az, hogy tényleg hogyan döntjük ezt el? Hogyan dönti el a tudományos közösség,
hogy kié egy felfedezés érdeme. És különösen hogyan döntjük el, ugye szó volt a CERN nagy felfedezéseiről, hogy hogyan döntjük el egy ilyen cikk esetén, ami egy tipikus cikk a CERNből, amelyért szintén Nobel-díjat kaptak, és hát nyilvánvalóan, hogy a hogy kikaphatta ezt, bocsánat, rossz irányba megyek, a 173. meg a közel utolsó szerző kapta. Tehát hogyan döntje el a közösség azt, hogy mikor ilyen hihetetlen nagyszámú kutató járul hozzá valamilyen módon a felfedezéshez, akkor ki az, akit el kell ismerjük ebben a magáért az eredményért. És ez egy nagyon nehéz kérdés, de valahogy a tudományos közösség ezt megoldotta, ugyanis tényleg a Nobel-díjas bizottság úgy döntött, hogy itten Carlo Rubbia és Simon Vandermeer fogja kapni ezért a felfedezésért a Nobel-díjat. Most erre kíváncsiak lennén, rájöttünk arra, hogy ez nem csak konvenciókról szól, hanem igenis ez az információ be van kódolva a tudományos közösség adataiban. És hogy megértsük ezt, mutatok két példát. Tehát például a 2010-es vegyészeti Nobel-díj, azt Negishi kapta egy 1976-ban megjelent cikkért. Érdekes módon két szerzője volt a cikknek, de csak egyetlen egy kapott Nobel-díjat. De viszont, ha megnézzük azt, hogy melyik az öt legjobban közösen hivatkozott cikk a Nobel-díjas cikkel, akkor ezt az öt cikket találjuk. Tehát legtöbbször a közösség ezt az öt cikket hivatkozza együtt ezzel. És érdekes módon a Negishi mindegyiken rajta van első szerzőként, és a Baba hiányzik. Tehát akkor nyilvánvalóan ez arra utal, hogy ez a Nobel-díjas felfedezés, ez a Negishi kutatásának a része, az ő tudományos pályának a része, és a Baba, bár ott van társszerzőként, nem igazán járul hozzá maga a folyamatnak a kialakításáért, csak éppen azon társszerző. Viszont itt van például a Nosselov Game, és még sokan mások által 2010-ben írt fizikai Nobel-díj, tehát ugyanaz az év, csak ez most már a fizikai Nobel-díjről van szó, ahol viszont az öt együtt hivatkozott cikkben mind a két szerző rajta van, és sokan mások nincsenek, és érdekes módon a Nosselov és a Gény együtt megosztva kapta a Nobel-díjat. A kérdés az, hogy tudjuk-e ezt a folyamatot kvantifikálni, mert lényegében amit itt látunk az, hogy a tudományos közösség a közös hivatkozásokon keresztül, a Nobel-díjas cikkel hogyan hivatkoznak, és milyen más cikkeket ugyanazoktól a szerzőktől hivatkoznak együtt, jelzi azt, hogy szerintük melyik az a kutató, amelynek meghatározó szerepe volt ebben a felfedezésben. És hát erre építettünk egy képletet, aminek a lényege a következő. Ha van egy cikk, tegyük fel, amelynek van két társszerzője, a piros és a zöld egyén, akkor megnéztük, hogy kik hivatkoztak erre a cikkre, illetve, tehát ezek az erre a cikkre hivatkozó egyének, illetve milyen más cikkekre hivatkoztak, amelyben akár a piros, akár a zöld szerző társszerző. Tehát, hogy melyek azok a cikkek, amelyek ezzel a cikkkel együtt lettek hivatkozva. És a kérdés az, hogy milyen szempontból ez a piros egyének, vagy a zöld egyének a cikkei. És ebben a példában látjuk azt, hogy itten leginkább a piros egyén cikkeire hivatkoznak, jelezvén azt, hogy igenis az ő kutatásának a része az a felfedezés, ami a piros-zöld közös cikkének az eredménye. És ezt lényegében kvantifikálni lehet, amivel egy ilyen matrix manipuláción keresztül a közös hivatkozásokból hozzá lehet rendelni minden egyes szerzőhöz, egy nagyon sok szerzős cikk esetén is, egy kredit százalékot. És ebben az esetben nekünk a kredit százalék azt mondta, hogy a piros szerzőnek jár 67%-a a kreditnek, és a zöld szerzőnek 33%. És mondtam, ezt nem csak két szerző cikkekre, ezt tetszőlegesen a számú szerző cikkekre is meg lehet csinálni. Na most ez egy képlet, de honnan tudjuk, hogy igazunk van? Ahhoz, hogy ezt megnézzük, ahhoz kell olyan eseteket keresünk, ahol a tudományos közösség függetlenül eldöntötte, hogy ki a zöld és a piros közül az, akinek a felfedezése, akinek a hozzájárulása meghatározó ebben a cikkben. És hát lényegében ilyen adat van, miért odatérnénk, ezek a Nobel-díjas adatok, ugye ebben az esetben a kémiai Nobel-díjnál azt mondta, hogy a
Negisinek 72%-a van, a babának 28%, a képlet alapján, és valóban Negisi kapta a Nobel-díjat, és ebben a másik esetben a képlet azt mutatta, hogy fele-fele arányban osztódik meg, és valóban megosztották a Nobel-díjat. De nem csak erre a két esetre néztük meg, hanem tesztelésként megnéztük az elmúlt 20-30 évnek az összes fizikai, illetve kémiai Nobel-díjat. És hogy megértsük, itt egy év található, és az valamint azoknak a szerzőknek egy-egy vonal, egy-egy cikk, amiért a Nobel-díj bizottság jelzett, hogy azért a cikkért adták a Nobel-díjat, és ezt 2013-ban kezdték ezt az információt nyíltan közölni, azelőtt csak egyszerűen megmondták, ki kapja a Nobel-díjat, és akkor mutatja, hogy hány szerző van a cikken. És ha egy piros pötty van, akkor azt jelenti, hogy a jóslásunk és a valódi Nobel-díjas megegyezik. Ha fekete pontot kapunk, az azt jelenti, hogy hibásan jelöztük elő. És látható, hogy legtöbben a piros pontunk van, nagyon kevés fekete pontunk van, de viszont a mi érdekes számunkra az, hogy a fekete pontok azok miért nem kapták ők meg a Nobel-díjat, mi hibáztunk, vagy valami más történt. És röviden összefoglalva megnéztük az összes fekete pontot, és kiderült, hogy az esetek zömében, ha nem mindegyik esetben, nagyon érdekes dolgok történtek, ami nem feltétlenül arról van szó, tehát nagyon sokszor arról van szó, hogy nem feltétlenül az az egyén kapta meg a Nobel-díjat, akit a közösség arra javasolt volna. Mondok egy nagyon konkrét példát, és pedig lenne a 2008-as kémiai Nobel-díjról lesz szó itten, ami erről van szó itten, ami három cikk volt, három versenyző cikk volt, és ugye hárman kapták a Nobel-díjat. A képletünk viszont azt mondta, hogy egy negyedik embernek kellett volna adni, aki rajta volt az egyik cikken, de nem a másik kettő. Kik ezek az egyének? Ez úgynevezett GFP molekula felfedezése. Ha aki látott valaha, és mindenki látott már ilyen petridisben ilyen zöld képeket, igaz, ilyen színes, gyönyörű zöld képeket, ahol világítanak a sejtek, ez a GFP molekulának köszönhető. És a Shimomura, Chalfi és Tseng kapták ezért a kémiai Nobel-díjat, a GFP felfedezéséért. A mi rendszerünk viszont insisztált arról, hogy a Nobel-díj nem ennek a három egyének kéne mennie, hanem a Douglas Priester nevű úriembernek. Ami különös volt ebben az egészben, az, hogy a Douglas Priestert nem lehetett sehol megtalálni. Tehát ő már nem volt sem egyetemen, sem kutatóintézetben. És végül nem mi, hanem valaki más megtalálta, amint ő lényegében ilyen taxi vezető volt Mississippi-ben, pontosabban egy autó eladó cégnél, akik az autókat árulják, annak volt egy ilyen limó vezetője, hogyha elromlott az autót, és be akartál menni, hogy megjavítasod, akkor majd ő hazavitt, majd utána jött, mikor megjavították az autódat. Na most a kérdés az, hogy miért insisztál a képletünk arról, hogy egy autóbuszvezetőnek kellene adni a Nobel-díjat, a 2008-as Nobel-díjat. És hát persze egy-kettőre kiderült, hogy mi történt ott. A Douglas Priester valóban kutató volt, valamikor biológus, és neki jutott legelőször eszébe az, hogy az a tény, hogy a jellyfish, vagy ez a medúzaszerű állat, ez világít, azért lehetséges, hogy egyetlen gén felelős. Ez még a genetika hőskorában volt, amikor nagyon nehéz volt géneket azonosítani, ezért lényegében rászánta a karrierjének egy több mint 5 évét arra, hogy ezeket megkeresse ezt a gént. Tehát ez az ő hipotézise, és megpróbálta megkeresni. És meg is találta ezt a gént, ez a GFP nevű molekula, a gént, amiből a fehérje létrejön, és miért tette ő mindezt? Mert tudta azt, legalábbis tisztában volt vele azzal, hogy ha ő megtalálja ezt a fehérjét, akkor lehetne ezt használni lényegében egy ilyen sejtbevű lámpához, lámpaként, hogy hozzá lehetne fúziálni más génekhez, és ezek segítségéből lehetne látni, hogy azok hol vannak, aktívak-e vagy nem a sejten belül. Miután a felfedezés megtette, és a gént azonosította, vagyis izolálta ő, akkor utána írt egy grantot az amerikai NIH-nek, amelyben szerette volna most már a következő lépést megtenni, hogy ezt majd betegye más sejtekben egy ilyen lámpaként használva. És nem kapta meg a grantját. De hogy valaki nem kap meg a grantot, azt gondolom mindenki megélte már ezt az élményt. Én nagyon sokszor megéltem az életemben, cikiket nem fogadtak, a grant-tel adostottak, és így tovább.
És hát mit csinál az ember? Megy tovább, próbálkozik újra. Ő viszont annyira elkeseredett, és éppen a tenure processzének a vége felé volt, hogy el kellett döntsék, hogy kap egy tenure-t vagy nem, hogy meg se várta azt, hogy ez a döntés megszűnjön, hanem ott hagyta az állását. Viszont egy utolsó gesztusként úgy döntött, hogy ne vesszen kárba mindaz a munka, amit ő betett ebben az egész kutatásban, ezért két fóliában elküldte a gént annak a két egyénnek, aki bármilyen módon érdekült az ő kutatása során. És például a Martin Chelfinek és a Roger Sinnek. És ott hagyta a tudományt. És a Martin Chelfin és a Roger Sin volt az, aki megtette azt a lépést, amit ő meg szeretett volna tenni, csak nem kapta meg a pénzt rá, betették a sejtben, és ezt a molekulát lényegében egy ilyen jelzőként használták, jelzővé tették, és akkor Shimamura volt az, aki aztán továbbfejlesztette ezt a technológiát egy tényleg használható, robusztus eszközé. Úgyhogy, de miért fontosabb valahogy ez az egész? Sok minden következett is jön ebből a sztoriból. Az egyik az az, hogy a babirokat mindig egy valaki aratja le. Tehát, hogy nagyon kell ügyelni arra kutatóként, hogy hogyan veszünk részt kollaborációban, mert muszáj kollaborációban részt venni, és hogy igazából milyen módon csapódik le a kredit a kutatás szempontjából. És én például mindig azt mondom a diákjainak és a posztdokjainak, mikor egy nagyon jó cikket valahol publikálunk, hogy fantasztikus, most már sikerült elérned azt, hogy a teljesítményed megvan. De tudjál róla, hogy ez a cikk, ahogy megjelent, akkor ez nem a te cikked. Ez az én cikkem. Ugyanis téged, mint kutató, mint fiakutató, még senki se ismer. Csak akkor lesz a te cikked, hogy egy elmész, és a tudományos világnak eladásokkal más formában megmutatod, hogy igenis te létezel, és te vagy az, aki ezt a felfedezést tetted, és erre általában adok is pénzt a labortagjainak, hogy menjenek és tartsanak sok-sok eladást erre a felfedezésről. És másodszor pedig neked kell publikálni további cikkeket tőlem függetlenül, amelyben megmutatok a tudományos közösségnek, hogy ez a te kutatói pályádnak a része, és hogy te kell megkapjad a kreditet rajta. Ugyanis amennyi pillanatban velem publikáltál, engem nagyon sokan ismernek, és mindenki simán azt fogja feltételezni, hogy az enyém, mert csak engem ismernek ebből a társszerzői sorból. És igenis a tudományban, és nem csak a tudományban, hanem általában minden intellektuális teljesítmény során alkalmasak vagyunk, hogy leszűkítsük a pályát, és egy, maximum két emberre emlékezzünk rá, bár nagyon sokan hozzájárultak ez a felfedezésekhez. Ezért fiatal kutatóként, akik sokan vagytok itt ebben a beszélgetésben, igenis ügyeltek arra, hogy ezt a kreditet megkapjátok. De a Douglas Priester adata lényegében arról is szól, hogy igenis továbbra is része kell lenni annak a tudományos hálózatnak. Nem elég a felfedezés, hanem folyamatosan része kell lenni annak a tudományos hálózatnak, amely valamilyen módon hosszú távon jutalmazza ezt a felfedezést. Miért nem kapott Douglas Priester Nobel-díjat? Azért, mert miután ott hagyta a kutatólaborját, akkor utána elment alkalmazkodásba, majd ott is elveszette az állását, és végül autóbuszvezetővé vált. Lényegében már nem volt a tudományos közösségnek a része, nem volt senki hajlandó őt nominálni a Nobel-díjra, mert ő lényegében a közösség számára nem létezett. Bár a teljesítménye megvolt, nem volt része azoknak a hálózatoknak, amely a sikert is számukra meg tudták volna adni. Úgyhogy én itt fogom lassan befejezni ezt az előadást. Mindaz a kutatási vonal, amiről beszéltem a laboron belül, ez egy nagyon is aktív téma, és az a tudományok tudománya címmel fut, vagyis a Science of Science címmel fut, és rengeteg érdekes kérdést boncolgattunk, egészen az egyéni sikertől, például a nők és a férfiak közötti tudományos pálya különbségek, a rendszerszerű megkülönböztetésekig, és így tovább. És aki tényleg kíváncsi további eredményekre ezen a területen belül, akkor nemrég jelent meg magyarul a Tudomány Tudománya című könyvünk a Dasunvak diákommal együtt, amit direkt azért írtunk, hogy mindazokat a kvantitatív eredményeket, amit az elmúlt 10 évben megszülettek a Tudomány Tudománya területén, vagyis az adatok, vagyis amint az egész tudományos közösség, nem csak mi, hanem az egész tudományos közösség lényegében földolgoz ezeket az adatokat, és próbál
következtetéseket levonni arra, hogy ki a legjobb kutató, hogyan mérjük ezt, mi a kutatási kollaborációnak a szerepe, és így tovább. Ezeket az eredményeket szerettük volna, és foglaltuk össze ebben a könyvben. Ez valaki mondhatni azt, hogy a képlekkönyvemnek, amit sokan gondolom láttatok, a tudományra vonatkozó része. Van egy pici átfedés, mondjuk 5% a kettő között, de ez kimondottan rólatok szól, és nektek szól. Úgyhogy ha tényleg kíváncsiak vagytok arra, hogy mit mondnak az adatok arról, hogy hogy lesz valaki sikeres kutató, akkor ezen keresztül erről többet megtudhattok. És végül pedig itt van a kredit helye, mindazok, akik a laboromban voltak, és ebben a kutatásban részt vettek, és még sokan mások vannak, akik most részt vettnek, próbálom őket jelezni itt. És hát köszönöm szépen a figyelmeteket, és most lényegében megváltoztatjuk a formátumot, és szívesen vállalok bármilyen kérdést, ami fölmerült van az eladás során. Nagyon, nagyon szépen köszönöm az előadást. Érkezett megközelítőleg 15 kérdés már előzetesen az előadás alatt, úgyhogy ezeket megpróbálom, kérdés, illetőleg vélemény, amiket megpróbálok most sorrendbe beadni. Tehát természetesen, amíg ezt erre professzor úr válaszol, addig nyugodtan, szabad a pálya, fogadja a kérdéseket ezután is. Az első kérdés, ami beérkezett, az volt, hogy tudománymetriában megszokás különböztetni egy közlemény minőségét, fontosságát és hatását. Hogyan viszonyulnak ezek a teljesítményi siker kategóriákhoz? Na most hát ezek számomra nagyon bonyolult dolgok, amik nem igazán, tehát pontosan ezért kezdtünk ezzel az egész kérdéssel foglalkozni, mert nagyon nehéz megmondani azt, hogy mi a minősége egy cikknek. Most hol mérjük? Az, hogy mennyire jó van az megírva, mennyire érthető, vagy mennyire fontos az a felfedezés. És pontosan ez az érdekes dolog az, hogy mennyire fontos egy felfedezés, az nagyon is kontextus függő. Mert mi az, hogy fontos felfedezés? Az, amely valamilyen módon meglepő a tudományos közösség számára, vagyis nem számítottunk rá, és ad alapot arra, hogy tovább lépjünk azon tudományon belül. Ez egy nem egy olyasmi, amit gyakran azonnal a cikk olvasása után el lehet dönteni, hanem ez lényegében az, hogy mennyire tudunk építeni rá, ezt a közösséggel hosszú távon eldöntse. Úgyhogy pontosan az egész tudomány tudományának az eszköztára arról szól, hogy megkeressük azt, hogy mi az ezekből a minőség dolgokból, amit mérhetünk, és mi az, ami nem. Kimondottan egy cikknek a minősége pillanatnyilag nem mérhető. Én nem tudok olyan mérőszámot, amely ezt lényegében egy cikk minőségét tudná mérni. A hivatkozás az semmilyen módon nem méri a cikknek a minőségét. Amint mondtam, az egy közösségi szám, az inkább a cikknek az impaktját méri a közösségre. Én ehhez kapcsolódva, ahogyan talán egy véleményben is szerepelt, hogy hát nem biztos, hogy a legtöbbet hivatkozott, hogy a közösség által legfontosabbnak tartott cikkünket tartjuk mi is saját magunk a legfontosabbnak a saját számunkra. Ugye ez így az, de a mérések azt adják, hogy többnyire igen. Tehát mikor, ha valakit megkérdeznek, hogy, és ez meg is történt, ezt a Michigan és az Indiana Egyetem kutatói megtették azt, hogy nagyon sok kutatótól megkérdezték, hogy sorolja fel, hogy számukra melyik azok a cikkek karrierje során, amelyik a legfontosabbak, és volt ilyen, hogy csak egyszer adtak neki cikkeket, és megkérték, hogy akkor azok közül a karrierből szerintem melyik fontos, és nagyon-nagyon korrelált ez a cikk impaktjával, a hivatkozások számával. Uh-huh. És ami különösen érdekes, hogyha megkérdezik a kutatókat, hogy tegyük fel egy kis impaktú cikked a sajátod, mennyire hasonlítható hozzá egy akár nagyon-nagyon nagy impaktú cikkből, vagy másikból, többnyire kutatók mindig a sajátjukat választják, hogy az fontosabb. Köszönöm szépen. Tudományos hivatkozások manipulációjához kapcsolódóan, hol a siker manipulásában és a sikertényezők kihasználásában a határ? Vagyis ha tudom, hogy működik a siker, akkor rossz szándékkal ki is használhatom, de ugye idézőjelben jó szándékkal is kihasználható. Hány órakor érdemes posztolni a Facebookon, legyen benne kép, kevesen nézik el a belinkelt videót, ha nincs hozzá felvezető szöveg, stb. De például ugye lehet egy lájkoló troll hadsereg, aki tudja manipulálni egy cikknek a láthatóságát. Tudom, ez valami szinte etikai kérdés. Persze, ez sajnos így van, és ezt csinálják is. A tudományon belül sokkal nehezebb ezt megcsinálni. Ha a tudománynál maradunk, akkor mondjuk azt, hogy azok az eredmények, amik születtek a tudományon belül, azok inkább arra valók, hogy adnak nekem egy ilyen perspektívát, mint kutató, de nem adnak egy eszközt arra, hogy manipuláljuk az egész rendszert.
Pontosan azért, mert egy hivatkozást nem könnyű megteremteni. A lájkok esetén másról van szó, és tényleg nagyon könnyű kamu lájkokat létrehozni botokkal, és így tovább. Erre nagyon sok példa van, de épp annyira mulandó is az a típusú siker. Tehát én azt mondanám, hogy valóban azért, ez egy nagyon komoly kérdés, amit itt feltett, csak hogy vegyük ki a social media-ból, és vegyük meg a tudományban azt, hogy valahányszor vannak mérőszámok a tudományon belül, akkor van egy tendencia arra, hogy rástartoljunk azokra a mérőszámokra, és ne a tudományra gondoljunk, hanem arra, hogy érjük el ezeket a mérőszámokat. Ezért fontos az, hogy ne kiáltsunk ki egyetlen mérőszámot sem egy abszolút sikermértéknek, sem hivatkozás, semmi bizonyos folyamatban való megjelenést, hanem az egész karriert kell valamilyen módon nézni, ha van idő, energia arra is, hogy pontosan mi a felfedezés, mert igazából tudománya nem ad arra objektív mérőszámot, hogy ki a jó kutató. Ez továbbra is egy közösségi mértékké válik, és hosszú távon döntődik el. Egy személyes jellegű kérdéssel, lazítva egy kicsit a nagy szakmaiságot, mi lett volna, ha a hálózatkutatással kezd? Én azzal kezdtem sok szempontból, mondjuk úgy, és 5 évig nem tudtam semmit publikálni. De ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye? Tehát nekem először a maga a hálózat gondolat az 94. decemberében jutott eszembe, és már akkor eldöntöttem, hogy igenis hálózatokkal akarok foglalkozni, de az első mérvadó cikk, amit meg tudtam jelentetni róla, az 99-ben volt, vagyis 5 évvel később. Nem igaz, hogy azelőtt nem írtam cikkeket, és az archívon elérhető például a 95-ben írt első ilyen szakcikkem, amelyet sehol sem tudtam lepublikálni. Nos, miért mondom ezt, hogy minden tudományos felfedezésnek megvan az a pillanata, amikor értelmezhető a tudományos közösség számára. Amikor megszületett úgy az eszköztár arra, hogy azzal a kérdéssel foglalkozunk, illetve megszületett az a közösségi elgondolás, hogy ez a téma fontos. 94-ben nem az volt a referiknek a problémája, hogy hibát találtak a cikkemben, és azért utasították általán 5 különböző újságban, végül sehol se jelent meg, hanem lényegében a referi jelentések mögött a kérdés mindig az volt, hogy kit érdekel az egész hálózat kérdés. Mi változott meg 5 évvel később? Megjött az internet, megjött a világháló, egy kicsit az ember klotába beépült a háló, és talán én is jobbá váltam azzal, hogy hogyan kell kommunikálni a problémának a fontosságát. De ezért nem lehetett volna, tegyük fel a karrieremet, tegyük fel a budapesti master's diákként házdokkal kezdeni, mert nem csak az adatok már egy része megvolt, tehát hogyha akartam volna, talán találtunk volna adatot rá, nem nagyokat, amit kell később, de lényegében az emberek agyában a gondolkodás még nem volt jelen, hogy házatokkal kell, vagy egyáltalán lehet foglalkozni. Köszönöm szépen. Lehet-e mérni egy siker hatását egy következő sikerre? Például egy Rowling könyvet azért is tetszik, mert tetszett az előző műve. Ugye, ha meg álnéven ír könyvet, akkor alig fogy. Igen, ez egy jó kérdés. Ez egy nagyon jó példa, ugye, és ezt a képet könyvemben is használom, hogy mennyire fontos az, hogyha már valakinek kiépült ez az úgynevezett hallgatói táborra, akkor tehát, hogy mennyire fontos a státusz. És ez a tudományos belül is megvannak a státuszok. De azt látjuk, és a tudomány belül ez nagyon mérhető, megmondom, hogyan lehet ezt mérni. Úgy lehet mérni, hogy megnézik azt, hogy mi lesz az impaktja, tegyük fel egy tudományos felfedezésnek egy Nobel-díjas esetében, mielőtt vagy miután megkapja a Nobel-díjat. Ugye a Nobel-díjat általában egy bizonyos felfedezésért adják, de sok más cikke van egy Nobel-díjasnak, és akkor a kérdés az, hogy a Nobel-díj szisztematikusan nagyobb figyelmet ad-e a kutató, a Nobel-díjas kutató cikkének. És hát a válasz az, hogy igenis van egy Nobel-díj effektus, de nagyon rövid távú. Tehát lényegében az egy év alatt lecseng. Tehát igenis egy Nobel-díjas cikkére jobban odafigyelünk, ergo az első éven belül több hivatkozás fog kapni, de hosszú távon belül a Nobel-díj nem tesz egy cikket sikeressé. Tehát, hogy azáltal, hogy valaki Nobel-díjas, attól még rengeteg nagyon-nagyon kis impaktú cikket fog publikálni az életében. Egy kicsit összetettebb kérdés, vagy inkább több kérdést tett fel az egyik kérdező. A teljesítmény inkább mennyiség, és a hivatkozás inkább minőség szorzata, megadható-e ön szerint a tudományos munka értékeként? És ehhez kapcsolódó kérdés, hogy
Ezek szerint az a racionális stratégia, ha minél nagyobb és több kutatócsoportban vesz részt valaki, a legtöbb cikk a legtöbb társszerzővel, mert így kiugró siker elérésére is nagyobb az esély. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, és ez szerintem először is a válasz az, hogy nem. Tehát nem lehet egyszerűen csak így összeszorozni ezt a kettőt, és azt mondjuk, hogy itt van egy nagyon jó mértéke, mert ugyanis fogunk kapni rengeteg, nagyon is szisztematikus ellenpéldát erre. Például a, mondjuk azt a Higgs bozonos Nobel-díj, ugye a Higgsnek 8 cikke volt a karrierje során, és ebből egyikért Nobel-díjat kapott, ugye. Tehát és többnyire nagyon kis csoportokban dolgozott, egyedül írta a cikkeit, vagy esetleg egy vagy két társszerzővel együtt. Tehát ő kimondottan szemben mehetett ezzel az egésszel, és nagyon sok ilyen példa van a tudományban. A tudomány az végül is egy nagyon érdekes kérdés, hogy szükségszerű-e, hogy mérjük ezeket, és hogy egy egyszerű mérőszámot adjunk. És az egyszerű válasz az, hogy nem lehet egyszerű mérőszámot adni, és igazából ezek a mérőszámok csak arra alkalmasak, hogy valamilyen módon ösztönözzön, illetve adjon egy perspektívát nekünk egyéneknek, hogy esetleg hol érdemes javítani. Na most, hogy érdemes és nagy csoportokban részt venni, vagy külön kutatni, ez nagyon a területtől függ. Először is mondjuk azt, hogy annak az esélye legtöbb tudományterületen belül, hogy egyedül csináljunk valamit, az lényegében elszállt már. Tehát, hogy a 90-es évek elejétől mondjuk az exakt tudományokon belül átállt az az állapot, hogy a cikkeknek a zöme már, nem csak a cikkeknek a zöme több társszerzős, hanem a legnagyobb impactú cikkek már több társszerzősé követtek. 90-es évek előtt az egyszerzős cikkeknek voltak a legnagyobb impactjai, ez a klasszikus generáció, akik egyedül felfedezést tettek és lepublikálták. 90-es évek elején ez megváltozott, már a legnagyobb impactú cikkek mind közösségből jönnek le. És hát rengeteg kérdés van, hogyha valaki egy százszerző cikkben van, akkor mi az ő kontribúciója, és így tovább. Hogy konkrétan a közösség hogyan ítéli meg, ez sok mindentől függ. Tényleg részvételtől, és a másik, hogy milyen hozzájárulása van ez a cikkhez. Ugye nem véletlen, hogy a Simon Vandermeer és a Carlo Rubbia kapta a CERN-es nagy cikkért a Nobel-díjat, mert először is ők rengeteg más cikket publikáltak, egyébként Simon Vandermeer még kis számú szerzősként is abban a tematikában, ami lehetővé tette a kísérletet, és a közösség nagyon is nagyon tudta azt, amikor a kollaboráció összeállt, hogy igenis, ha ebből felfedezés történik, akkor nekünk nagyon fontos szerepük lesz ebben, mert hogy a Simon Vandermeer volt az, aki a gyorsítót épített, illetve ha jól emlékszek, ő volt, ezt a gyorsítási módszert találta meg, amivel tudták tárolni az antirészecskéket, és a Carlo Rubbia volt meg az egész laborvezető, aki összeállította az egész projektet, összerakta és lehetővé tette. Tehát ilyen szempontból ez nagyon nehéz így azt mondani, hogy ez a képlet lényegében fog mutatni működni egy kutató számára, és mondhatnám azt is, hogy nincsen egyetlen ideális kutatói pálya, nagyon-nagyon különböző módon lehet előre jutni, és sikertelen tudományon belül, és különösen a különböző szakterületeken belül nagyon más mértékek érvényesek. Például nem tudok azt, hogy a Lovász László, meg én nagyon sok időtöntökeit meg kutatunk együtt a hálózatelméletben, és számunkra nagyon izgalmas az, amikor arról van szó, hogy majd a közös cikkekben a csapatban, az hogyan néz ki a kreditrendszer, hogy mennyire más a matematikusoknak és a fizikusoknak a gondolkodása a kreditről, és hogy hogyan tesszük ezt a heterogén csapatot össze, úgyhogy mindenki megjön elégedve a végeredménnyel. És mondjuk a fizika és a matematika még nincs is olyan távol egymástól. Próbáljuk a matematikát összetenni a szociológiával. Ott lesznek az igazi konfliktusok, és egy mértékkel próbáljuk ezt a két területet mérni, reménytelen. Ugyanehhez a dologhoz kapcsolódóan volt egy kérdés, hogy hogyan viszonyul egymáshoz a legsikeresebb cikkem, erre részben választ is kaptunk, és a cikkeim társszerzőinek száma. Ha több társszerző van egy cikkel, akkor nagyobb eséllyel lesz az sikeres? Nem, mert az ember úgy képzelni, igaz? Az ember úgy képzelni, hogy minél több társszerző van, akkor már csak a self-hits, önhivatkozások során, ha mindenki csinálja, akkor nagyobb impactú lesz az. Persze, egyik fel, hogy van 100 szerzőnk, és akkor, mint tudom én, 3-hoz képest, és akkor az egyik lesz 100 önhivatkozás, és nem 3.
Egy nagy impactú cikk az, ahhoz, hogy számítson, ezrekkel, tízezerekről beszélünk. Tehát elhanyagolhatók ezek. És pont ezért mondom ezt, hogy ezek a típusú manipulációk, amiről néha kapunk erre példákat, ugye bizonyos országokban nagyon-nagyon fontos ezek a hivatkozások, kiakadnak a klikkek, ahol egymást fogják hivatkozni az ilyen csoportok, azért, hogy elérjék ezeket a kritikus számokat. És hát azt látjuk lényegében, hogy persze ezzel lehet tud valaki írni 20-30-50 hivatkozást, nem fog elérni 10 000-et. Van egy különbség a teljesítmény, siker és szerencse összefüggés esetében az egyes tudományterületek között? Ugye nem esett szó a társadalomtudományokról, vagy csak kevés szó esett most a legutóbbi válaszban. Ezt megvizsgálták-e? Most a társadalomtudományokat az nagyon nehéz számunkra nézni részben azért, mert nagyon más a publikációs stratégiájuk. Az a terület, ahol még nagyon sok az egyszerzős cikk, ugye, tehát nincsenek közös cikkek, és itt tovább önmagában ez nem lenne probléma. Mi ezt többnyire természettudományokon belül néztük, részben, mert ott van sok adat. És a természettudományokon belül nem látunk jelentős különbségeket, tehát ez a képlet ez működik, de a Q-faktorok azok nagyon mások, ugyanis más a hivatkozási szokás. Tehát például a matematikán belül, ahol általában nagyon kevés hivatkozás van cikkekként, és általában a cikkek száma is alacsony, a Q-faktor az sokkal kisebb, egy biológusé az sokkal nagyobb, de ezeket a Q-faktorokat nem területek között kell összehasonlítani, tehát hogy nem a Lovász Lászlónak Q-faktorát kell a Velezeimmel összehasonlítani, hanem a Lovász Lászlónak a Q-faktorát kell a matematikusok Q-faktorával összehasonlítani, és az enyémet a fizikusokkal, és így tovább, vagy a házakodatokéval. Tehát ilyen szempontból ezek a területek még nem eljárhatók. Nem igaz az, hogy nincsenek módszerek, amivel lehet ezeket normálni, és a Santofartnátok kollégáknak volt egy nagyon szép cikk erről, a tudomány tudományában beszélünk is részletesen, amely bemutatta, hogyha ezeket normalizáljuk az átlagos hivatkozás számban egy területen belül, akkor lehet összehasonlítani területeket, de igazából a kérdés ott is azt tevődik fel, hogy a saját témádon belül az első 1%-ban, vagy az első 10%-ban, vagy az alsó 50%-ban. És ez az igazi, ami működik valamilyen módon, és nem úgy, hogy azt mondjuk, hogy a számot veszük matekból és fizikából, és összeveszünk őket. Értem. Ugyanilyen jellegű kérdés, hogy vizsgálták-e más szakterületeket, például az élettudományokat is, hogy ott ugye költséges és nagy kutatócsoportokat igénylő kutatásokat irányító vezető kutatók esetében is mondjuk 20 év után kezd el jelentősen csökkenni ugye ez a publikációs output. Igen, na most mi ebben a témában kimondtam, néztük, csak nem emlékszek erre az eredményre, de például nagyon érdekes eredmények vannak a különböző Nobel-díjas korok és termelékenység között. És tudjuk azt, hogy bár fizikában valóban alacsonyabb a felfedezési időpontja, tehát hogy milyen kor, tudományos korban teszik a felfedezést a Nobel-díjasok, a biológiában és az orvostudományban az később van. Tehát és úgy általában a mérnöki tudományokban is a fontosabb felfedezések azok, hogy az 50-es években születnek meg, az 50-es években a kutatóknak, fizikusoknak azért még mindig 30-as, 40-esek. Azt is látjuk, hogy az elmúlt 20-30 évben ezek a számok kitolódtak minden területen belül. Tehát már a fizikában sem igaz az, hogy a 20-as, 30-as években teszik a Nobel-díjasok a felfedezéseiket, hanem ez elment inkább a késő 30-as, korai 40-es korosztályban, akár az 50-esben is. Tehát ez részben annak köszönhető, hogy az iskoláztatás nagyon megnőtt, tehát hogy manapság egy kézkutató az nem 19 éves, hanem 27 éves, ugye, amikor önállóan kezd kutatni, vagy néha később is. Amerikán belül egy kézorvos 30 éves kor, nem, közel 40-nél kezd igazából teljesen függetlenül dolgozni. Tehát vannak ilyen különbségek a területek között, amik nagyon elcsúsztatják ezeket a különböző mérőszámokat, és a Nobel-díjasok esetében ezt nagyon kutatják. Egy másik aspektus, gender és a siker összefüggése. Uh-huh. Tehát milyen eredményeik vannak ezzel kapcsolatban? Siker előrejelzésének. Nemrég publikáltunk egy nagy cikket a PNAS-ben, az Egyesült Államok Akadémiának alapjában, amelyben ezek az adatokat arra használtuk, hogy összehasonlítsuk a női és a férfi karriereket, és hogy kimondottan keressük a különbségeket, hogyha vannak közöttük. És hát ugye itt a nagy kérdés igazából az hogy nem is arra volt az egész kihangsúlyozva, hogy
hogy vannak-e Q-faktor különbségek, és itt azok, amik nagyon nehezen mérhetők, ha egyáltalán vannak is, hanem az, hogy miért van az, hogy olyan kevés nő van a tudományban. És a legmegdöbbentő felfedezés számunkra az volt, hogy igen, tudjuk azt, hogy ez részben azért annak köszönhető, hogy a nők nagyobb valószínűséggel hagyják át el a tudományt. Ez nem volt meglepő, de eddig mindig azt képzeltük, hogy ez az úgynevezett attrició, vagyis a tudományból való kilépés, ez többnyire fiatalkorban jellemző. Tehát tudjuk azt, hogy például a legtöbb tudományos szakon, például az undergraduate vagy az egyetemi szinten körülbelül egyforma számú férfi és nő van. Viszont ahogy menjünk a PhD felé, akkor egyre kevesebb nő található, és akkor elmegyünk az egyetemi tanársegédig még kevesebb, és így tovább. És ez sokszor azt szoktuk, az irodalom azt szokta mondani, hogy ez annak köszönhető, hogy a nőknek vannak családi, gyerekhordozási, stb. Kötelezettségei, és nem tudnak a tudományban részt venni. Ez igaz. De azt is látjuk viszont számunkra megdöbbentően, hogy pontosan a senior nők esetén, tehát a nagyon is karrierjük későbbi, tehát nagyon fontos részében lévő nők esetében is sokkal nagyobb a kilépési arány a tudományból, mint a férfiak esetében. Nagyobb valószínűséggel hagyják el a tudományt. És, hát, és az, hogy ez olyan kevés, tényleg nagyon prominens nő van a tudományban, ez annak köszönhető, hogy az egész női karrier során tűnnek el nagyobb, sokkal nagyobb valószínűséggel a nők a pipeline-ból. És mondom, a megdöbbentő az volt, hogy ez jellemző éppen a nagyon is a karrierük késő részében levő kutatók számára, akik nagyon sok mindent elértek a nők esetében, sokkal nagyobb valószínűséggel hagyják át a tudomány, mint a férfiakat. De egyébként azt nem látunk más típusú különbséget, tehát teljesítménykülönbséget nem találtuk, sőt, igazából azt láttuk, hogy bár látszólag a nők és a férfiak között szisztematikus különbségek vannak, ami azt jelenti, hogy hány cikket írnak, és hány, mennyi hivatkozást kapnak. Mi kiderül, hogy mindezek a különbségek majdnem teljesen mind megmagyarázhatók azzal, hogy a nők hamarabb hagyják ott a tudományt, mint a férfiak. És hogyha az évi termelékenységet nézzük a nők és a férfiak között, akkor nincsen statisztikailag mérhető különbség. Tehát ameddig a nők jelen vannak a tudományban, épp annyira jól teljesítenek, mint a férfiak, csak azáltal, hogy korábban hagyják át a tudományt, ezáltal nincsenek jelen, hogy támogassák a korábbi cikkeiket, és ergo a már megjelent cikkeik is hosszú távon kevesebb hivatkozást kapnak, mert nem szupportálják ők a további tevékenységükkel. Ugyanehhez a pályaelhagyáshoz kapcsolódó egy kérdés. A siker mértéke és a legfőbb siker relatív időpontja befolyásolja a kutató tudományos tevékenységének hosszát, az egyik kérdés. Ugyanehhez kapcsolódó kérdés, hogy a kutatói pálya elhagyása függ-e attól, hogy mikor és mekkora siker köszöntött be, vagy ez ettől teljesen független? Most ezt nem mértük, de a sejtésem az, hogy igenis nagyon-nagyon számít. Tehát az, aki tegyük fel, nagyon fiatal, akár még doktorátus során nagyon fontos felfedezést tesz, akár a témavezetővel keresztül, az egy platformot kap arra, hogy továbbra is részt vehessen a tudományban, megkapja az eszköztárat, grantokat fog kapni, egyetemi tanári állást, és így tovább. Tehát, és ez nagyon is érezhető. Amit nagyon figyelembe kell venni, az az, hogy nagyon-nagyon sokan publikálnak a tudományon belül, sőt a publikáló kutatóknak a száma az exponenciálisan nő 1910 óta, mióta tudjuk ezt mérni. 1900 óta tudjuk ezt mérni, ez egy folyamatos exponenciális növekedés. Vagyis az, hogy a kutatóknak a száma, a cikkek száma elmúlt 120 évben exponenciálisan nőtt. Viszont ilyen szempontból a nagy kérdés az az, hogy nem, még mi volt a kérdés? Bocsánat, itt elveszettem a vonalat. Az eredeti kérdés? Az eredeti kérdés az volt, hogy a legfőbb siker relatív időpontja befolyásolja a tudományos tevékenység hosszát, illetőleg a kutatópálya elhagyása függ attól, hogy mikor és mekkora siker köszönt be. Igen, tehát van az exponenciális növekedés, és hogy ilyen szempontból de viszont nagyon-nagyon kevés van ezekből, akik karrier csinálnak a tudományból. És erre akartam kiolni az egész, hogy csak egy nagyon-nagyon, tehát például valami közel 500 000 ember publikált a fizikán belül
az adatok során, de körülbelül 20 000 olyan karriert kaptunk, akinek legalább 20 éves publikálási trajektóriája volt. Ami azt jelenti, hogy a legtöbb cikk általában egy diák, vagy egy PhD-s diák, vagy egy egyetemi hallgató, aki a témavezetőjével ír egy cikket, vagy akár kettőt, vagy többet is, de nem marad meg a tudományban. És akkor van egy kis magja a tudományos világnak, aki lényegében karriert csinál ebből, és gondolom többnyire, akik itt vannak ezen a beszélgetésen, azok mind ebből a magból vannak. És hát ezek vagyunk, akiknek van egy hosszú karrierjük, mert igenis mi ezt fölvállaljuk, hogy ez lesz a pályánk. És hát nyilvánvaló, hogy ki lesz abból a nagyon nagy számból az, aki fölvállalja, a sok szempontból attól is függ, hogy milyen sikerélménye volt, és milyen sikere volt a karriere korai részén, de sajnos ezt mi konkrétan így nem mértük meg. Egy kérdés, hogy javasolható a Q-index a kutatásfinanszírozás korszerűsítésére, azaz az egyén értékelésére a H-index mellett például. Ha a siker vonza a sikert, sok kutatót veszte el a tudomány, a korai fiatal kutatói villanások esetleges hiánya miatt, ami sokszor még a témavezető Q-indexének függvénye. Igen. Én szerintem igen, és szerettem, hogy a kérdés meg volt fogalmazva, hogy a H-index mellett. És én ezt szeretném mondani, hogy nincs egyetlen szám sem, amelyik ezt nagyon jól, ezt az egész tudományos sikert le tudná írni, hanem igenis a számokat együtt kell nézni, ha egyáltalán nézünk számokat. És mondom, inkább a számok, én legszívesebben a számokat nem arra használnám, hogy eldönteném, hogy ez a kutató alkalmas a kutatásra vagy nem, hanem inkább arra, hogy stratégiát építsünk egy intézmény számára, egy terület számára, egyáltalán, hogy egyénileg elgondolkozzunk azt, hogy mi az, ami hiányzik esetleg az én karrieremből, és hogy hogyan tudnám esetleg azt megváltoztatni, hogy relevánsabb legyen. Tehát agregáltan használnám ezeket a számokat, és nem feltétlenül arról, hogy eldöntsem, hogy neked van-e állásod, vagy nincs, illetve hogy megkapod a következő lehetőséget, vagy nem. Mindamellett mi azt látjuk, hogy a Q-faktor az, amelyek például a legjobban megjósolja a Nobel-díjat. Kimondottan néztük azt, hogy mennyire tudja a teljes hivatkozások száma, a teljes cikkek száma, vagy a leghivatkozottabb cikknek az impaktja, avagy a Q-faktor megjósolni, hogy valaki Nobel-díjat fog kapni, és ezek közül a Q-faktor a legjobb, és a cikkek száma a legrosszabb jósoló. Tehát igenis produktivitáson keresztül nem lehet Nobel-díjat kapni, de mindamellett azt látjuk, hogy a legtöbb ismerkedató ugyanakkor nagyon-nagyon produktív is. Tehát azért Einstein az élete végéig folyamatosan publikált, hihetetlen számú cikket tett le az asztalra, többnyire is szerzős cikkeként. Az előző kérdéskörhöz kapcsolódik még egy kérdés, azért most olvasom be. Milyen okai lehetnek annak, hogy egy szenior kutatónő elhagyja a pályát? Ezen sokat gondolkoztunk, és sok válasz van erre. Néha nem arról van szó, hogy elhagyja a pályát, hanem megváltozik a felelőssége. Elmegy dékánnak, elmegy valamilyen más adminisztrációs pozícióban, és így tovább. Különösen Amerikán belül, de azt hiszem, ez most már Európában is megjelent, nagyon-nagyon nyomás arra, hogy igenis senior, nagyon is fontos eredmények kutatók, nőkutatók részt vegyenek a döntés folyamatban. Viszont kevés van belőlük. Tehát lényegében ennek az egyik következménye, amit sokkal beszélünk egyébként az amerikai tudományon belül arról, hogy szétszedjük a nőket. Szétszedjük különböző kötelezettségekkel, ami lehetőségeket is ad nekünk, ami nagyon jó, de ugyanakkor kötelezettségeket is szól rájuk, ugyanis minden bizottságban szükség van arra, hogy legyenek nők reprezentálva, és így tovább. Úgyhogy én igazából mindig azt szoktam, nekem nagyon sok, mondhatni, nagyon sikeres női diákom volt, és doktoránduszom, akik most professzorok a világ különböző részein, és mindig, mikor kikerülnek a laborból, elmondom nekik, hogy ez várható, hogy igenis nagy nyomásra tegyük, hogy különböző adminisztrációs funkciókban részt vegyenek már csak azért is, mert szükség van rájuk, de tartsák szemben azt, hogy nekik van egy karrierjük, és hogy tanuljanak meg nemet mondani. Igen, egy érdekes kérdés. Mi a véleményed arról, ha valakit nem érdekel a siker, és az értékteremtés számára fontosabb, mi az adott szűkebb távok a közösség értékítélete?
Hát nagyon azt remélem, hogy mindenkit egy intellektuális kérdésként érdekel csak a siker, és nem másként. Tehát mondhatni azt, hogy nem a sikerért csináljuk a dolgokat, bár nagyon erős motiváció lehet nagyon sok egyénnek. És hogy igenis lehet nagyon sikeres karriert elérni azáltal, hogy valakit nem az a mérőszám érdekel. És mondhatni azt, hogy a laptop kutató, aki a tudományban jelen van, egy olyan karriert ért meg, ahol a siker nem volt mérhető, nem volt hivatkozási lista, és így tovább. Tudománynak a nagy része így történt. Az, hogy most vannak ezek a mérőszámok, hogy ezek mennyire segítenek, vagy mennyire ártanak, ezt nagyon nehéz objektíven megmondani, mert nincs egy kontrollkísérletünk, amikor megnézzük adatokat, hogy annélkül vagy azzal, hogyan működne. Én azt mondom, hogy nagyon szomorú lesz az, hogyha csak a siker motivált. Viszont a sikermértékeket lehet arra használni, hogy igenis a különböző mércőszámokat lehet arra használni, hogy elgondolni azt, hogy mindazt, amit én csinálok, annak van-e impaktja. Ugye? És én inkább így szeretem ezeket használni. Tehát nem arról van szó, hogy most hány hivatkozást szeretnék kapni holnap, és ez a kicsőzésem, hanem igazából az a kérdés számomra, hogy olvassátok-e a cikkeinket, tudtok-e építeni rá, és hogy melyek azok a cikkek, és melyek azok a témák, amik a laborból kikerülnek, amelyek valahogy tényleg ezt az érdeklődést fönntartják, és hogy érdemes tovább belefektetni, mert hogy ugyanakkor egyszerre 10 különböző projektbe szeretnék időt fektetni, és hogy melyik az, amelyik rezonál a közösségre. De hát nem lehet, szerintem az egy nagyon félre, hogyha valaki tényleg ilyen sikermértékszámok alapján szeretne tudományos karriert csinálni, akkor szerintem nagyon rossz helyen van. Rossz pályát választott, mondjuk így. A szerzői kredit egyre égetőbb kérdés a társszerzők számának növekedésével. Lehetséges, hogy ebben a kérdésben sosem lesz mindenki számára elfogadható konszenzus, vagy legalábbis a többség számára elfogadható konszenzus? Igen, ez biztos, de mondhatnám azt, hogy a szerzői kredit egy-egy cikk esetén nagyon vitatott tud lenni, de egy karrier során ez nagyon el tud simulni. Tehát ugye mindnyájan láttunk már nagyon komoly csatákat és életre szóló haragokat, amikor nem sikerült a szerzőkeretet megfelelően kialakítani, és a társszerzőkéket megfelelően megvalósítani, és így tovább. De, hogy is mondjam, szerintem ezt túl lihegik az egyének, ugyanis az egy cikk, és az élet nem egy cikkről szól, hanem egy karrierről, és mit teszünk le nap mint nap az asztalról. A John Flanken legyen a példa, igaz-e, hogy jön a következő felfedezés, ezen az egy cikken semmi sem múlik, és azon sem múlik pontosan, hogy jól találtuk ki a kreditrendszert. Ez nem igaz, hogy nem lehet odafigyelni erre. Én például nagyon sok kollaborációban veszek részt, amikor tudom azt, hogy úgy megyek be, hogy nem fogok és nem is kívánok kreditet érte, hanem csak segíteni akarom a projektet. Részben arról van szó, mert hogy egy olyan témára, egy olyan kérdésről van szó, ami nem része az én kutatási vonalomnak, ergo tudom, hogy akármekkora lesz a felfedezés, valaki más fogja kapni azért a kreditet. És jó néhány ilyen cikkem van, amit nagyon boldogan, büszke vagyok rá, hogy ez volt a szerepem benne, mások vitték el a kreditet benne, bár részt vettem benne, és nagyon boldog vagyok azért. De hogyha egy olyan projektbe veszek részt, amiben úgy érzem, hogy ez igenis fontos nekem, és szeretem, hogy krediten részre legyen, akkor ez a tudás, ami kiépül most a tudományon, tudomány belül, hogy mit határozza a kredit, segíthet abban, hogy hogy választom meg ezeket a projekteket, és hogy választom meg a kollaborációkat. Tehát ha érdekel, akkor segít az eszköz. De mondom, az én életem sem arról van szó, hogy csak olyan projekteket válasszak, amelyikben elsétálok a kredittel. Sőt, most az elmúlt években többnyire nem erről szól. Igen, viccesen azt szokták mondani, hogy az a jó két szerzős cikk, ahol a cikkben végzett munkát és a cikk eredményeit mindkét szerző 90%-ban magáinak, legalább 90%-ban magáinak érzi. Igen, és a közösség is úgy gondolkozik erről, tudod. Tehát, hogy ez, és szerintem ezt meg lehet az, tehát ez nem egy zero-sum game, ez a lényeg. Tehát, hogy mondjuk azt, hogyha akár ketten vagy tizen írjuk a cikket, hogyha az egy nagyon fontos cikk, akkor mind a kettőnek, vagy mind a tízünknek valamilyen módon egy piros csillagot fog adni. És nem veszel senkitől semmit azáltal, hogy többet vagyunk. Én mindig el szoktam mondani, ne azon gondolkozzunk, hogy most ki a szerző, hányan vagyunk, hanem azon gondolkozzunk, hogy az a felfedezés, az megállja a helyét, akkor mindjárt jól állunk vele.
Egy nagyon érdekes kérdés, és szerintem nagyon fontos kérdés, hogy melyik tényező legyen a fontosabb a tudományos támogatások odaítélésekor, a teljesítmény vagy a siker? Mi lehet a két tényező helyes súlya? Hát ezt erre nem lesz képlet, és ezért még mindig fontosak arra, hogy ezt ne a gép döntse el, hanem a közösség, a bírálók, és hogy a bírálók valamilyen módon objektíven tudjanak megközelíteni ezt a témát. Azt se fog eljönni, hogy a bírálók objektíven fogjanak teljesen hozzá. Van egy egész irodalma annak, hogy milyen az úgynevező bírálói vakság és elfogultság. Tudjuk például azt, hogy a bírálók az igazi innovatív ötleteket sose pontozzák jól, hanem az iteratív ötleteket sokkal jobban pontozzák. Ez egyik kollégám pont egy ilyen kutatást végzett el, hogy meggyőzték a Harvardot, hogy egy valami 40 millió dollárt kellett a Harvardnak kiadni belső pénzekig, kutatási pénzekként, és hogy engedjék meg, hogy csinálnak egy kísérletet ezzel, amelyben ugyan a közösségnek ment a pénz, csak hogy a referee processet ők kontrollálták. És megkérték a referiket, hogy két különböző módon kellett skálázni a céget. Az egyik csoportnak azt kellett ugyanazokról a pályázatokról azt mondani, hogy mennyire innovatív, és egy másiknak pedig el kellett dönteni egymástól függetlenül, hogy adna-e rá pénzt. És kiderült, hogy mire innovatívnak találták kutatást, annál kisebb valószínűséggel adtak rá pénzt a csoportok. Tehát ilyen szempontból ezek nagyon nagy megoldatlan problémák, és maguk a támogató rendszerek is tisztában vannak ezzel. Állandóan próbálják finomítani a folyamatokat, hogy ezt elkerüljék. Ez egy nagyon emberi folyamat. Én úgy gondolom, hogy hosszú távon azok az egyének, akik tényleg tudománnyal akarnak foglalkozni, és megvan a tehetségük, és a kitartásuk mellett, akkor meg tudják csinálni azt, amit akartak, meg tudják csinálni, de nagyon fontos itt ebben a sztoriban a kitartás. Tehát ugye a Douglas Fraser pont a kitartás miatt nem kapta meg a Nobel-díjat, és nem kapta meg a kreditet. A kitartás hiánya miatt nem kapta meg a kreditet. Számomra például az, hogy én 5 évig képes voltam a házatokkal foglalkozni, annélkül publikálni tudnánk, ez egy példája lényegében a kitartásnak, mert én továbbra is 5 éven keresztül tudtam, hogy ez egy fontos téma, és kivártam azt a pillanatot, amikor úgy tudtam az egészet megfogalmazni, hogy az már rezonált a közösséggel, és nem adtam föl. Mekkora szerepet játszik a sikerbe, hogy a kutató milyen affiliációval, egyetemi akadémiai háttérrel publikál? Vannak erre vonatkozó adatok? Persze, hogy ne. Tehát azért lehet tudni, ez nem véletlen, hogyha valaki egy megfelelő társszerzőkkel vagy megfelelő intézményből jön, akkor a különböző lapok jobban odafigyelnek erre a lapra. És ez nem arról van szó, mert ők tudatosan csinálnak, hanem ez egy tudat alatti döntés. De azért ez egy nagyon trükkös dolog. Ugyanis nem véletlen az, hogy jobban ugye figyelnek egy nagyobb presztízsű intézmények kutatóira, ugyanis oda bekerülni, ahonnak komoly előfeltételei vannak. Tehát, és én mindig azt szoktam mondani, hogy a Harvard nem teszi jobbá az embereket, mint az Eötvös Loránd Egyetem, hanem egyszerűen csak jobb emberek mennek oda eleve. Tehát egy teljesen más poolból válogat a Harvard. És erre konkrét eredmények vannak, és például a képletkönyvben erről beszélek is, ahol ezt meg is mérik nagyon jól, hogy a nagy presztízsű intézmények nem attól nagy presztízsük, mert ők valamit adnának, hanem mert jobb egyéneket kapnak. Igen, hogyan tud kitörni egy fiatal kutató olyan területen, ahol a csapatmunka minden tagját és minden felettest köteles bevenni társszerzőként minden publikációjába? Orvosi területekre gondolok, ahol az operaorvostól kezdve az osztályvezetőig mindenkit bele kell venni a cikket hivatalból. Ilyenkor a fiatal dolgozik kutatáson, de az idősebb neve marad ismert, aki már sokszor gyakorlatilag nincs is benne a munkában. Így a fiatal kutató örökre árnyékban marad. Jó. Ez én is voltam itt nem így, de én tudom, hogy miről van szó. Szóval ez csak egy időkérdése. Tehát mondhatnám azt, hogyha az a fiatal kutató az, aki leteszi az asztalra,
akkor a dolgokat, akkor az időskutató nem lesz mindig ott, hogy társszerző legyen. És akkor itt vannak a lehetőségek, a mozgási lehetőségek, hogy el lehet máshogy menni más intézményben, és ottan továbbra is letenni az asztalra, hogy a cikkeket, amikor már más törzőszág lehetséges, hogy ott is az elvárás lesz, ami nem szabadna egyébként legyen ugye a tudományos publikációs etikája miatt, de ugyanakkor tudom, hogy ez néha megtörténik. Viszont pont arról van szó, hogy ha a mozgás, a laterális, meg a más típusú mozgás, intézeti mozgás az lehetőséget ad arra, hogy igenis valaki megmutassa azt, hogy az az ő munkásságának a része. Mert hogyha egy más intézményben más terzőkkel ugyanazt a tudományt kezdjük tovább, ugyanazt a minőséget kezdjük adni, akkor egy-kettőre ki fog derülni. A másik az, hogy ez csak egy időkérdése. Az, hogy ő legyen az, akiért az a keretet meg fogja kapni, és egy nagyon jó intézményben a senior kutatóknak is nagyon érdekük azt, hogy nyomják a fiatal kutatókat. Tehát, hogy lehetőséget adjanak nekik, hogy előadást tartsanak a megfelelő fórumokon, és így tovább, hogy előbb-utóbb a nyomdokukba lépjenek. Tudom, hogy vannak olyan esetek, ahol ez megtörténik, ez nem szabadna, hogy megtörténjen, de én úgy gondolom, hogy mind a mellett hosszú távon ezt az fiatalokkal ki lehet harcolni azáltal, hogy igenis fönnmarad a téma mellett is továbbra is minőséget publikál. Uh-huh. Érkezett egy kérdés, hogy mi a véleménye az altimetrix irányokról, figyelembe véve az említett generált figyelem lehetőségeit is? Gondolom ennek a beemelését egy értékelési folyamatba. Igen, az altimetrix az lényegében egy sokkal reaktívabb mérőrendszer, aki nem tudja, hogy miről van szó, ugye, tehát lehet ilyeneket nézni, hogy a Twitteren hányan beszélnek egy cikkről, hányan töltötték le a cikket, tehát egy azonnali mérőszámot fog adni arról, hogy mennyi az érdeklődés a különböző téma iránt, egy bizonyos cikk iránt. De ez egy kicsit olyan, mint a Nobel-díjas effektus, hogy az csak azt mutatja meg, hogy mennyire trafált bele a pillanatnyi gondolkodásban a téma, az nem feltétlenül jósolja meg azt, hogy hosszú távon mekkora lesz az impaktja, és miről van itten szó. Általában nagyon sokszor megtörténik az, hogy tényleg a hosszú távú nagy impaktú felfedezések azoknak nagy altmetrix számokkal is rendelkeznek, mert tényleg azonnal felismerik a közösség, hogy itt valami történt, de ugyanakkor nagyon nagy altmetrix számok tudnak történni, születnek bizonyos marginális, de jópofa, nagy közönség számára izgalmas felfedezések esetén, amiről lehet cikkek, lehet újságcikket írni, és így tovább. Tehát ilyen szempontból ad egy gyorsabb reakciós rendszert, lehet örvendezni rajta valaki, hogyha nagy altmetrix számokat gyűjt össze, de nem kell elkezdeni akkor, ha nem jön össze az. Mondhatni azt, hogy személyesen a legfontosabb cikkem, amit írtam a 90-es éve, az karrierem során a 99 Science-ig, az minden szempontból nagy, tehát eleinte semmilyen figyelmet nem, tehát se egyetlen újságcikk nem született róla, akkor ugye Twitter még nem volt, de egyáltalán nem volt része, úgymond az ilyen tudományos buzznak, hogy valami nagy megszületett, és egy olyan 10 évbe telt, még annak az impaktja felépült. Kicsit hosszadalmasabb kérdés lesz, de tulajdonképpen kapcsolódik ezekhez a kérdésekhez. A kutatási grantek odaítélésénél sokszor a Q1-D1 cikkek darabszáma is nagyon fontos. Gyakorlatilag, hogy pénzt szeretne nyerni, az sokszor nem a minőségre, hanem a darabszámra is kell hajtani, mert az mérhető. A grantek jelentésében és a teljesítmény, a megjelent cikkek darabszámával, minőségével is jellemzik, ez talán felhigítja a publikációk minőségét, érdekességét, hasznosságát. Hogy lehetne azt megfordítani, hogy kevesebb, de minőségébb és fontosabb cikket írnak a kutatók? Ez egy olyan kérdés, amire ha volna a válasz, akkor mindenki azt csinálná, ugye? Tehát, de tényleg, tehát az, hogy a darabszámok meg ezek, akkor, tehát hogyha tényleg bürokratákra bízzuk a döntéseket, és hogy tényleg arról van szó, hogy be kell ezekre a különböző rubrikákba férni, és a megfelelő számokat kell odaírni, akkor már nem tudománnyal foglalkozunk. És hát nagyon bízok benne, hogy az idővel a grant intézők, a pénzadó intézmények ezt fel fogják ismerni, és akik esetleg ilyen módszereket használnak, azok túl fognak lépni rajta. Nem arról van szó, hogy nem lehet ilyen módszereket használni, bizonyos szűréseket csinálni. Tehát, hogy egyáltalán, de viszont
Az, hogy ennek alapján ítélni valamit oda, az nagyon reménytelen, és hát az nagyon nem jó a tudomány számára, nem jó annak a pénzadó intézménynek sem. Akinek lássuk be, hogy közös a célja a tudománnyal, a pénzadó intézménynek az a célja, hogy nagy impaktú kutatást támogasson. Tehát a cél az közös. A kérdés az, hogy megtalálják az eszközöket, amivel tudják ezeket elérni, és nekem a tapasztalatom az, hogy legtöbb ilyen intézmény, ami pénzosztással foglalkozik, az nagyon is foglalkozik azzal, hogy hogyan találja meg a megfelelő módszert, hogy elérje azokat a kutatókat, akiket érdemes támogatni és kiválogassa, és hogy nincsen ilyen tökéletes módszer. És érdekes az, hogy vannak ezek a különböző módszerek, és ez a diverzitás lehetőséget ad arra, hogy igenis megnézzük, hogy mi az, ami jobban működik, és mi az, ami kevésbé. És hát rengeteg kísérlet van a világon, beleértve addig is, hogy személy szerint a kedvencem az, hogy a bizottság és a számok csak azt döntsék el, hogy ki az az első 10. De hogyha csak háromnak tudnak addig pénzt adni, akkor ne az első háromnak adják, hanem véletlenül válasszák ki, ha csak tényleg háromnak. Mert nem lehet tudni, lehet, hogy a 7-8-9. Lesz a legnagyobb impaktú. És ez az a dolog, amiről beszéltem az eladásban is, hogy a teljesítmény mérhetetlen nagyon pontosan, különösen az élen. Tehát az élen nagyon sok egymástól különbözhetetlen kutatói eredmény van, és nem feltétlenül az, aki az élen van, az lesz a legnagyobb impaktú eredmény. Ja, hát nyilván ezért is érvelnek sokan amellett, hogy mondjuk egy ilyen grantnél legyen egy minimum bemeneti követelmény, és nyilván ott már egy bizonyos szinten már tényleg majd, hogy nem a bizottságnak a szubjektivitása az, hogy kit hoz ki végül is győztesként vagy támogatóként. Ami nem feltétlenül a helyes döntés. Igen, igen. Tudva ezt is nyilván. Mit tanácsol, hogyan legyen kitartó az, aki nem nyer grantet és megszűnik az állása? Hagyja el a pályát, vagy válasszon egy másik prosperáló csoportot, még ha nem is tudja továbbvinni a régi témáját? Nehéz kérdés. Ez egy nagyon kényes és nagyon személyes kérdés. Erre nincsen egy nagyon egyszerű válasz. Ugye nagyon függ a körülményektől. Én láttam olyan kutatókat, akik tényleg nagyon szerettek volna kutatni, és sajnos egyszerűen nem tudták összehozni a kutatói pályát. És láttam eseteket, akik nagyon tehetséges emberekről volt szó, csak egyszerűen valami félre siklott ebben a folyamatban, és hogy tényleg más területen nagyon tudtak prosperálni. Ez annyira, erre megint nincsen képlet, mi sok mindenkre, ugye? Ez annyira személyes körülményektől függ, hogy mennyire szeretné az illető, mi az alternatíva, mennyire izgalmas az alternatíva az illető számára, tehát az alternatív csoport, illetve mi a nem tudományos alternatíva. Amire fel szeretném hívni a figyelmet, az az, hogy nagyon-nagyon értelmes kutatói munkát lehet végezni vállalatokon belül is. És én is hoztam létre olyan cégeket, ahol a kutatók megkülönböztetettek a laboron kutatóitól, sőt, néha a laborom kutatói azért dühösek rám, hogy jobb embereket veszünk fel a céges állásban, az állapotban, mind a laboron belül. Nyilván valaki 200 tudunk fizetni egy céges felállásban, mint egy laboros felállásban. De tehát nem úgy kell gondolkozni, hogy a tudományos karrier az csak is az akadémiában valósítható meg. Manapság rengeteg alternatíva van. Uh-huh. Ugye a előadásban említett példák hivatkozás számra alapultak, mint tisztán egy siker mérőszám. Ugye más mérőszámok is használatosak a közleményeknek a mérése során, hogy a megjelentető folyamat impact faktora. Ez tisztán sikermérőszám, vagy teljesítménymérőszám is? Az impact faktor az egy nagyon érdekes szó, ugye ez még nem is csak a cikkedről szól, hanem a más megjelent cikkednek az impactjáról, és kimondottan mi ezt néztük is, és ebben a tudományban benne is van, hogy megnézi az ember a Science-nek egy évben megjelent cikkeknek az impact eloszlását, vagy a Nature-ben, abban van egy-kettő nagyon-nagyon magas hivatkozású cikk, és rengeteg alacsony hivatkozású cikk. Tehát a legrangosabb, legnagyobb impact faktorú újságok is a cikkeknek a zöme hihetetlen kis impacttal rendelkezik. Csak magukhoz mondják azt a néhány szupersztár cikket is. És megint az a sztori, hogy a Harvard nem attól Harvard, mert ő valamit harvardosan ad, hanem harvardosan vonz magához. Tehát, és hogy a nagylapok nem attól nagyok, nagy impaktúak, mert hogy ők adják az impaktot a cikknek, hanem általában a legjobb cikkeinket oda küldjük, ergo jobb közül válogatják ki,
többi kevésbé sikeresen a legjobbat, és a kevésbé is nagyon fontos ebben. Tehát ilyen szempontból valahol az impact faktor az egy nagyon átlagos mérőszám, ami nagyon függ tényegettől a néhány szupersztár cikktől, amit a nagy lapok magukra mondanak. Megint ugyanaz a sztori, hogy önmagában egyik szám sem jellemző, mire való az impact faktor, arra való, hogyha van két újság közötti különbség, ami körülbelül ugyanazt a közösséget éri el, akkor lehet érezni azt, hogy melyikre figyel jobban a közösség oda, és akkor lehet esetleg a cikket, hogy valaki abban az irányba küldeni. De néha számunkra sokszor nem is az impact faktor döntés, hanem az a kérdés, hogy hol vannak az olvasói a cikkünknek. És néha választunk egy kisebb impact faktorú cikket azért, mert úgy érezzük, hogy ott a nagyobb valószínűsége oda fognak figyelni a cikkre, mint a nagyobban, ahol elveszik a többi közt, és nem ott vannak az olvasóink. Egy nagyon érdekes kérdés szintén. Milyen visszacsatolása van a tudományos ismeretterjesztésnek? Vannak erre vonatkozó vizsgálatok? Nyilván itt a sikerességgel összefüggésben és a teljesítménnyel összefüggésben gondolta a kérdező. Semmi. És ezt a saját életemről is tudom, tehát, hogy amit megtanultam a tudományos ismeretterjesztés során, hogy egy teljesen más közösséghez beszélünk, és hogy nincsen igazából visszacsatolás. Tehát, hogy nem kapok azért több hivatkozást, mert ismeretterjesztő könyveket írok, és ez konkrétan meg is lett mérve. És ez ilyen kauzális módon meg lett mérve, például a TED konferenciákon keresztül, ugyanis ottan vannak, nekem is van olyan TED előadásom, ahol több mint 1 millióan nézték azt meg, és egy kutatócsoport megnézte azt, hogy van-e impaktja annak, hogy valakit tegyük fel holnap, tehát egy TED előadás, amit 3 milliónak néznek meg, és hogy befolyásolja a cikkeknek a hivatkozását. Nulla az effektus. Tudományos ismeretterjesztést azért csinálunk, mert ez nekünk fontos, mint egy intellektuálnak. Nem azért, hogy ezen keresztül hivatkozásokat, vagy bármilyen tudományos babírokat szerezzünk. Hol húzódik a különbség a valós hatású, vagy jó ötlet mellett való kitartás, és a rossz ötlet mellett való kitartás között? Meddig érdemes a saját elképzelésünket erőltetni? Ugye a kutatások mutatták, hogy a nagyon sikeres és a nagyon sikertelen emberek kitartása között kevesebb a különbség, mint az átlagosok. Hát erre nincsen kvantitatív answerem. Válaszom ugye, tehát, hogy én kitartottam sok éven keresztül egy téma mellett, sőt, mikor az első cikkem megjelent a hálózatokról, amikor még lényegében nem lehetett tudni ebből mi lesz, akkor a labornak megváltoztattam a témáját teljesen a hálózat témára, és hogy mindenkit elengedtem, aki nem akart ezzel foglalkozni. Tehát rátettem a teljes, úgymond eszköztáramot, hogy csak házatokkal foglalkozok, mert annyira hittem benne. Lehetett volna a következménye az, hogy tényleg nem lett volna izgalmas az egész, és akkor ezzel csúszott el a szakmai karrierem. Nem tudjuk ezt mérni, ugye? Tehát nagyon nehéz mérni azt, hogy mi az, hogy jó ötlet, és mi az, hogy rossz ötlet. Tehát, hogy nagyon nehéz erre kvantitatív választ adni sajnos. Igen, a tudomány kiszervezés az akadémiai szférán kívül, ahol már nem feltétlenül a tudományos elvárások a gazdasági logika érvényesül, nem fogja felülírni a tudomány belső mechanizmusát, lényegét, azaz profitorientáció vagy tudományos kutatás. Nem, mert nem igazán van hatása rá. Tehát én hiszek abban, hogy a tudomány egy ökoszisztémán keresztül él, ahol nagyon különböző, nem egy típusú intézmény határozza meg a tudománynak a fejlődését, hanem nagyon különböző intézmények, amelyeknek különböző kritériumok vannak az, hogy mi az, hogy fontos. Ezért van az, hogy nagyon fontos, hogy vannak egyetemi katedrán kutató emberek, vannak, akik kutató akadémiai, meg más kutatóintézetekben vannak, vannak, akik magánkutatóintézetekben vannak, és vannak, akik tegyük fel, az iparon belül kutatnak bizonyos témákat. És pontosan ezért nem tud egyik szektorja meghatározni a másikat, mert más a cél, más a közeg, mások a mérőszámok, amiket ők el akarnak érni. Igenis, egy ipari kutatás esetén természetesen a termelékenység, a végül is valahol pénzben hosszú távon lemérhető, az jelen van. De nagyon függ a környezettől, hogy ez mennyire azonnali az összecsatolás. Én például a karrieremet IBM-be kezdtem. Fel sem merült az akkor, hogy az milyen hatása lesz az IBM-nek az üzleti vonalára azt, amit én csináltam. Tehát igenis nagy intézmények meg tudták engedni maguknak azt,
hogy abban a témában, ami számukra izgalmas, alapkutatást tudnak finanszírozni, számítván arról, hogy ez később fontossá lesz. Mikor én kezdtem az IBM-nél postdocként, akkor mellettem ott volt a Charlie Bennett, meg a David DeVincenzio, akik már akkor kvantum számítógépekkel foglalkoztak, ami már akkor tudtuk, hogy az legfeljebb 20-30 év múlva lehet reálisan beszélni róla, és most kezdett eljönni, tényleg 20-30 év múlva vannak a lehetősége, hogy kvantum számítógépről, mint egy reális objektumról lehet beszélni. De már akkor az IBM felvállalta azt, hogy igenis lehet ez az alapkutatással foglalkozni. És sem a David DeVincenzio, sem a Charlie Bennett, sem egyáltalán fogalmunk sem volt az, hogy mik az IBM-nek az érdekei ahhoz, hogy ezt csinálhattuk. Mondhatni azt, hogy az IBM egy különös eset volt, de nem volt egyedül. Az AT&T-nek hasonló kutatóintézete van, és manapság a Google-nek, a Facebook-nak meg hasonlóan, ahol ismerek embereket, nagyon hasonló spiritusú kutatóintézetei vannak, akik nem csak a fejlesztéssel foglalkoznak, kutatók, sőt majdnem egyáltalán, hanem adatfeldolgozással, kutatással. Amit ők csinálnak, az nagyjából megkülönbözhetetlen attól, amit én csinálok a laborban bizonyos témákon belül. Egy eléggé aktuális kérdés, hogy a Magyarország Egyetemek átalakítása kapcsán, miben lehet, mi lehet a titka a Harvard-szerű egyetemeknek a sikerének? Tehát miért emlegetjük őket, mint a legjobbak, és ez hogy vezetett idáig ez az út vajon? Érdekes. Ne a Harvardról beszéljünk, hanem beszéljünk például a három olyan egyetemről, ahol én voltam Amerikán belül, Harvardon kívül, ugye, ahol láttam, hogy konkrétan hogyan lett egy egyetem, lényegében egy nagyon elmaradott egyetemből, az bekerült az első ötven közül is. Ilyen volt a Notre Dame Egyetem, a Boston University, ahol doktoráltam, meg a Northeastern is, ahol az egyik laborom van most. És minden a három esetben az történt, hogy egy nagyon karizmatikus elnök, aki fellót, majdnem elhatalommal ruházva, egy nagyon hosszú időn keresztül, egy 30 éves pályán keresztül az egyetemet egy marginális egyetemből egy életemét csinálta. Tehát és ugye a Harvardot azt nagyon nehéz még utolérni, de azért ezek az egyetemek eljutottak az első 20-30-ban, tehát nagyon fontos eredményeket értek el, vagy 40-ben talán az egyik esetben, és tényleg nagyon távolról indulva. Tehát lehet változást létrehozni, ehhez kell egy nagyon is tudatos és egy nagyon is megszállott egyén, aki ezt végigcsinálja az intézménnyel. És ez nagyon fura, hogy ez nem egy képlet dolga, hanem ez lényegében egy vezetői megszállottság, és a lehetőség annak a vezetőnek, hogy végigcsinálja azt a programot, amit ő fontosnak lát. Mind a három egyetemben meg tudom nevezni azt a három egy elnököt, aki személyesen ezt egy személyes vendettaként felvállalta, és sikeresen végigcsinálta, és nagyon más módszerekkel. Egyébként Northeastern volt az, aki kimondtam az adatok alapján csinálta. Tehát, hogy ők igenis felvállalták azt, hogy megnézik azokat a mérőszámokat, amelyektől a sikeres intézmények sikeresek, intézményi szinten, nem egyénkutatói szinten, és arra törekedtek, hogy ha már az egyetemet át kell alakítani, akkor úgy alakítsák át, hogy azokat a mérőszámokat maximalizálják. Ezáltal behozták a minőséget, mert csak így lehetett létrehozni. Kicsit marginálisan kapcsolódó kérdés, de úgy gondolom, hogy azért nagyon húsba vágó, különösen a mostani időszakban. Lehet hatása a tudományos konferenciák online-ba költözésének a tudományos közösségek alakulására? Van erre tapasztalat a pandémia másfél évében? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Ugye én is sokat gondolkozok arra, hogy ez az, hogy biztos megváltozott mindent, az igen, az jelen van. Ugye pont nem én vagyok az egyedüli, aki arról lamentál, ugye, hogy az a háttértudás, ami nem mondódik el az eladáson, hanem csak majd a vacsora utáni sörözésen jelenik meg, az elveszett ebben a világban, ebben az online világban. Úgyhogy én úgy nézem, hogy ilyen szempontból van óriási veszteség, de van nyerés is. Nagyon sok olyan egyén tud hozzájutni ezekhez a konferenciákhoz, akinek később nem lett volna, korábban nem lett volna meg a pénzre, a lehetősége, hogy ezekre elutazzon. Én azt remélem, hogy egy hibrid fog megjelenni ennek következtében, hogy igenis találkozunk személyesen,
ezáltal elérhető lesz a tudás mindenki számára, független attól, hogy van-e pénze, tud-e utazni, van-e lehetősége bejutni egy országba, stb. De ugyanakkor megmarad annak a lehetősége, hogy ez az úgynevezett nem hivatalos channelok, ezek az információ átadás, információ átadás az újra élni fog, és újra fog bennünket ösztönözni. Uh-huh. Ugyanúgy az online térbe való áthelyeződéssel kapcsolatos kérdés, hogy vajon veszélybe sodorhatja a középiskolák természettudományos tehetséggondozását ez az online térbe költözés, és ezáltal a kutató irányba való terelődés ezeknél a nyilván sok labor és sok-sok demonstrációs dolgot igénylő területeknél hátrányba kerülnek-e? Legyek pozitív ezzel kapcsolatban, most mondjam azt, hogy ez igazából lehetőséget nyitott meg. Nem. Hát először is lássuk be, hogy a pandémiának vége van. Tehát vége lesz a következő 3 hónapban, akármennyire pessimista valaki, szeptemberben vissza fog élni egy közel normális élet. És hogy mennyiben nem lesz normális, az nem a körülmények fogják meghatározni, hanem azt, hogy mi van a mi az agyunkban, és mennyire vagyunk hajlandók élni ezekkel a lehetőségekkel. Ez a tudománynak a vívmánya, a vakcinák, az orvosságok lényegében véget vetettek ennek a folyamatnak. Tehát, de viszont ami a pozitív ebből az, hogy kiképeztünk egy egész társadalmat az online kommunikációra. És ez lehetőségeket nyit meg. Ez lehetőséget nyit annak a középiskolának, hogy ne csak a helyi erőforrásokra támaszkodjon, amire továbbra is fog tudni, hogyha azok léteznek, hanem igenis túlnyúljon az iskolának a határán, és elérjen olyan mentorokat, olyan kutatókat, akit korábban nem tudott volna, ugyanis mindnyájan abban a világban élünk, hogy most már sokkal könnyebb hajlunk egy Zoomra, egy Skype-ra, vagy bármilyen más platformon keresztül kommunikálni. Tehát úgy nézem, hogy ez ilyen szempontból nyitott meg lehetőségeket, és hogyha a diákok élnek vele, akkor a kettő zárja ki egymást. Az a platform korábbi, az továbbra is ott van, ősztől vissza fog jönni, továbbra is iskolába, egyetemre fogunk járni személyesen, de ugyanakkor meg lesz annak a lehetősége, meg annak a kultúrája, hogy túlnyúlunk a környezetünkön, és elérünk olyan embereket, akikről lehet csak egy fél óra segítségre van szükség, de előre tudja alakni a projektünket. Ha így használjuk, akkor ez csak egy pozitív terméke lehet ennek a folyamatnak. Nagyon szépen köszönöm. Nem láttam újabb kérdést felmerülni a chat ablakban. Én nagyon szépen köszönöm az előadást, és azt, hogy professzor által sarat itt tulajdonképpen a kérdések özönében. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó kiegészítették a kérdések ezt az előadást, és talán olyan pontokat is megvilágítottak, amire nyilván egy limitáltabb előadás időn belül nem volt lehetőség. Én nagyon szépen köszönöm Barabási Albert Lászlónak, hogy elfogadta a meghívásunkat ide, és szerintem mindannyian gazdagodtunk sok ismerettel. Nyilván, ha elolvassuk ezeket a könyveket, amiket népszerűsített is, akkor ezzel még inkább, még teljesebb képet kapunk a dolgokról. Én örülök neki, hogy a 0 és 99 éves kor között nincs veszve a remény a kiugró kutatási eredmény megszerzésre. Talán ez egy fontos üzenete volt az előadásnak, hiszen egyéni pályákról beszélünk. Én meg szeretném köszönni akkor az előadást, és felkérném most Kollár László főtitkár urat, hogy tartsa meg záró beszédét. Ezt követően majd meg fogom kérni még Solymosi Katalin társelnök asszonyt, hogy rekessze be a legvégén az egész rendezvényt is. Én köszönöm a lehetőséget, köszönöm, hogy itt voltatok, és átadom a szót. Köszönöm szépen. Én köszönöm szépen, tisztelt professzor úr, elnök úr, tisztelt résztvevők a Fiatal Kutatók Fórumán, kedves kutatótársaim! A természettudományban a mérés, a számszerűsítés alapvető elvárás, de ma már természetes része a társadalomtudományoknak, sőt a bölcsésztudományoknak is. Mérünk, értékelünk, minősítünk. Szeretnénk remélni, hogy kellő precizitással, megbízhatósággal, kontrollálhatóan. A mérés, bár sokszor triviálisnak tűnik, a saját szakterületünkön esetleg rutin feladat, mégis sok kérdést felvet. A fórumra előkészülve Szent Ágoston gondolatai jutottak eszembe az időméréséről. Idéznék belőle.
Megvallom neked, Uram, hogy én még mindig nem tudom, mi az idő. Megvallom azt is, amit tudok. Tudom, hogy a beszédem időben folyik, tudom, hogy én már régóta beszélek az időről, s tudom, hogy ez a régóta sem egyéb, mint időbeli folyamatosság. De hogyan tudom mindezeket, ha nem vagyok tisztában az idő mi voltával? Vagy talán csak nem tudom kimagyarázni azt, amit tudok. Jaj, szegény fejem! Hát még azt sem tudom, hogy mit nem tudok. Nézd, Uram, nyilvánvaló előtted, hogy nem hazudok, de tudod, hogy szívem a nyelvemen van. Világosíts meg, kérlek, szövét nekemet, világosíts meg sötétségemet. Később így folytatja. Nem mondok-e igazat, mikor azt vallom neked, hogy az időt mérni tudom? Mert így van ez, Uram, Istenem, mérem, mérem, de mit mérek, nem tudom. Nagyon izgalmas gondolatokat hallottunk a tudományos teljesítmények méréséről. Nagy élvezettel és nagy egyetértéssel hallgattam mind a professzor úr, mind pedig a hozzászóló kérdéseket is. És tudom, kicsit olcsó szellemesség újra idézni Szent Ágostont, hogy mérem, mérem, de mit mérek, nem tudom, de ha már megtettem, hadd mentegetődzem avval, hogy még akkor is, ha nincsenek általánosan elfogadott abszolút kritériumai a tudományos eredményességnek, értékelnünk kell, adott esetben rangsorolni, így számszerűsíteni is. Annál is inkább, mert pont a fiatalabb kutató nemzedéknek világos életpályamodellt kell felmutatni, amelynek része a kutatói előmenetel és a pályázati sikeresség, amelyekben közvetlenül meg kell, hogy jelenjen a kutatói eredményesség értékelése is. Egy ország felemelésében, a gondolkodó értelmiség nevelésében és képzésében központi szerepet játszanak az egyetemek, és köztudott, hogy a világ legjobb egyetemei kivétel nélkül kutató egyetemek. A Magyar Tudományos Akadémia elnöke ez év márciusában hirdette meg a közgyűlés tagjainak az egyetemekkel kapcsolatos fórumot, amelynek keretében az egyetemek feladatával, helyes működtetésével kapcsolatos kérdéseket kívánjuk körüljárni. A fórum apropóját az egyetemek működési modellváltása és az ahhoz kapcsolódó elnökségi állásfoglalás adta, de célunk az egyetemi kérdés sokkal általánosabb megvitatása. Azt gondoljuk, hogy le lehet szögezni olyan általános elveket, amelyek követése egyértelműen szükséges ahhoz, hogy magas szintű felsőoktatást hozzunk létre. Ezek egyikét Eötvös Loránd több mint egy évszázada így fogalmazta meg. Az egyetem tudományos tanításának színvonalát egyedül tanárainak egyénisége állapítja meg. Az egyetemi kérdés ezért mindenekelőtt személyi kérdés. A személyek kiválasztása pedig, ezt már én teszem hozzá, elsősorban, bár nem kizárólagosan, a tudományos eredményesség megítélésén alapul. A fórum gondozására az MTA elnöke egy szerkesztőbizottságot kért fel, amely az MTA vezetésével egyetértésben úgy döntött, hogy a fórumot a teljes akadémia köztestületi számára néhány napon belül elérhetővé teszi. Az utolsó téma társszerzője, a Fiatal Kutatók Akadémiájának társelnöke, írások címe, gondolatok az egyetemi életpályáról, előmenetelről és minősítésről. Meggyőződésünk, hogy az MTA egyik feladat, hogy a nemzet tanácsadója legyen. Az MTA független intézmény, amely a társadalom széles rétegének bizalmát élvezi. Talán azért, mert véleményének kialakításában a szakmaiság vezeti. Tisztában vagyunk ugyanakkor azzal, hogy a szakmai véleményeknek is lehetnek politikai következményei. Hiszünk abban, hogy az egymás véleményét tiszteletben tartó viták, még egyet nem értés esetében is, előbbre viszik gondolkodásunkat. Arra kérem jelen fórum résztvevőit, a Fiatal Kutatók Akadémiájának tagjait, hogy véleményükkel segítsenek bennünket ebben a gondolkodásban, szóljanak hozzá a fórum témáihoz. Köszönöm még egyszer a fórum szervezőinek munkáját, professzor úr előadását, az érdekes kérdéseket, kívánok mindnyájuknak jó munkát, és még további sok-sok örömet kutatásukban.
Nagyon szépen köszönjük főtitkár úr kedves szavait, illetőleg az akadémiai fórumhoz való hozzászólásra felhívását. Most átadnám a szót Solymosi Katalinnak, a Fiatalkutatók Akadémia társelnökének, hogy zárja be a rendezvényt. Köszönöm szépen a szót. A szervező Fiatalkutatók Akadémiája nevében szeretnénk megköszönni Barabási Albert László professzor úrnak, hogy elfogadta a felkérésünket, és gondolatébresztő előadásával inspirálta a Fiatalkutatók Fórumát és a tudományos teljesítmény értékelésével kapcsolatos hazai vitát. Köszönjük továbbá professzor Erdei Annának, az MTA főtitkár helyettesének, és professzor Kollár Lászlónak, az MTA főtitkárának a bevezető, illetve záró gondolatokat. Hálával tartozunk a Magyar Tudományos Akadémiának, mely idén már 5. alkalommal biztosított lehetőséget rendezvényünk megtartásához. Külön köszönet illeti az online technikai lebonyolításban közreműködőket. Nem utolsó sorban köszönjük a résztvevők érdeklődését, kérdéseit és hozzászólásait. A viszontlátásra!